És akkor szép jó estét, sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a Space Junkie YouTube csatornán, reméljük, hogy mindenki jól van, köszöntünk mindenkit itt az élő adásban, és remélhetőleg láthatóak, hallhatóak vagyunk. Izgalmas beszélgetéssel jelentkezünk ma este. Én úgy gondolom, mielőtt ebbe belevágunk, jelezzétek vissza, hogy láthatóak és hallhatóak vagyunk-e. Természetesen ez egy nagyon fontos dolog. Addig én bevillantanám, hogy két új dizájnnal jelentkeztünk. Starship második repülésével kapcsolatban mindenképpen... Harmadik, igen, csak kíváncsi voltam, hogy figyeltek-e. Harmadik tesztrepülésével kapcsolatban zseniális volt, csodálatos indítást láthattunk, nézzétek vissza az összefoglalónkat, vagy az élő adást, ezeket pedig megtaláljátok a webshopunkban. De én úgy gondolom, hogy talán minden rendben van azóta, jóban már van zöld brokkoli. Akkor szerintem kezdjük el. Itt van velünk Pacher Tibor, a Polyspace alapítója, majd mindjárt egy picit beszélek róla többet, de üdvözlünk, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Uh-huh. És hát természetesen itt van velünk Dávid is, úgyhogy szia Dávid, mi újság? Jó estét kívánok én is mindenkinek, sziasztok! Szervusz Tibor, még egyszer akkor így külön neked is. És így előre is pár köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunk, mert jó kis adásnak ígérkezik tényleg, jó sok izgalmas témával. Uh-huh.
Remélem, hogy hozzá tudok járulni, és én is köszönöm a lehetőséget a csapat nevében is. Nagyon sokat fogunk holdazni, természetesen láthatjátok, a háttérben nem véletlenül van mindenféle gyönyörű szép holdi felvétel. Na de akkor először tényleg egy pár szót Tiborról. Dr. Pacher Tibor fizikusként végzett az ELTE természettudományi karán, 10 éves kutatói pályafutása során az általános relativitás elmélet, kozmológia és kvantumkémia területén publikált, széleskörű pénzügyi és menedzsment tanácsadói tapasztalattal bír, közel 2 évtized alatt számos projekten dolgozott a világ 18 országában 4 kontinensen. Többek között részt vett az ISA infravörös űrtávcső, az ISOFOT, remélem jól mondom a nevét, ISOFOT küldetésében. A Polispace 2010 júniusi alapítása óta fáradhatatlanul dolgozik Magyarország holdi küldetésein. Nagyon izgalmas, mert szerintem a nézőink nagy része, már nem biztos, hogy a régi motoros nézőink nagy része, de akik esetleg új nézők ezen a csatornán, azoknak ez egy kicsit új lehet, hogy Magyarország, hold, mi? Hogy függ a kettő össze? És akkor szerintem lássuk is, hogy... Szerintem mindenki szeret felnézni szép nyári éjszakán az égre, és ott a holdat megcsodálja, és... Ezt mi szeretnénk egy picit még megváltoztatni, hogy talán másképp is nézzük, mást is lássunk a holdban vagy a holdon, ne csak azt a figurát meg a sajtot. Igen. Igen, hát reméljük, hogy elég sokan szerettek felnézni, mert amatőr csillagászként én kifejezetten szerettem járdacsillagászat során bemutatni a holdat, de hát ugye égi kísérünk bárki számára könnyen megfigyelhető, de miért izgalmas a hold, meg egyáltalán miért megyünk oda, erről majd egy picit bővebben fogunk beszélni, de szerintem kezdjük akkor a Google-lel esetleg. Lunar X Prize, ez mi volt ez? Ez volt, ennek köszönhetően vagyunk most itt így együtt, hogyha szabad ezt így mondanom, mert az XPRIZE az egy alapítvány, egy Los Angeles-i alapítvány, amit még 1996-ban hoztak létre, lényegében Apollo árvák. Az Apollo árvák, nem tudom, ez már esett erről szó, ugye ez nagyjából az én generációm, vagy a nálam kisebb, idősebbek generáció, és akik végig izgulták, élték az Apollo időszakot, és abban a reményben éltek, hogy 2000-re már Marson leszünk, ahol pedig már tényleg nyüzsgő szintén lesz. Na hát ez nem jött igazából össze, és akkor néhányan hát arra gondoltak, hogy meg lehet próbálni, hogy ezt megtoljuk ezt a szekeret, kicsit hát, ha visszatér az érdeklődés a hold irányába. Ez egy külön sztori lenne, hogy miért tűnt el az érdeklődés. Volt egy közel 14-15 éves totális szünet 76-tól 90-ig, tehát amikor abszolút semmi nem ment a hold irányába se. És ezt a Peter Diamandis és Eli Greenberg, meg néhány mások alapították meg. És az XPRIZE az egy olyan szervezet, ami azzal foglalkozik, hogy úgynevezett ösztönző díjakat ír ki, versenyeket. Ez a kutatásfejlesztésnek egy relatív ritkán használt és nem nagyon ismert formája. Lényegében arról szól, hogy van egy megoldandó feladat, és erre tulajdonképpen versenyt írnak ki, egy díjat, hogy aki első, az megkapja, vagy második esetleg valamennyit, meg harmadik, többiek meg így jártak. És akkor azért hívják ösztönző díjnak, hogy menjenek be, és olyanokat kerestek, és azért lett X, mert nem tudták, hogy pontosan mi lesz, hogy olyan területeket nézzenek meg, amelyek adott esetben akár egy egész iparágat meg tudnak mozgatni, vagy változtatni. És emögött a Lindbergh nevét nem véletlenül említettem, Erik Lindbergh nevét, az ő nagypapája volt az a Charles Lindbergh, aki 1927-ben ugye New Yorkból Párizsba repült, és ez egy elég nagy csinadattával járt. Ezt sokan tudják. Még talán azt is sokan hallották már, hogy ez a repülés volt az, ami lényegében beindította egy picit a polgári légi közlekedést. Tehát nagyon sokan pilóták akartak lenni, tőzsdére mentek cégek, és megindultak. Amit viszont nem sokan tudnak, ez az én tapasztalatom, hogy a Lindbergh repülése az egy
díj repülés volt, egy verseny volt, ugyanis egy Orteg nevű francia szálloda tulajdonos írt ki egy ilyen díjat, hogy aki először átrepüli a Párizs-New York távolságot leszállás nélkül, az kap 25 ezer dollárt, akkor ez elég szép pénz volt. És lényegében pont ugyanez volt, és ennek alapján hozták létre az X-Prize-ot, hogy lám-lám meg lehet mozgatni a területeket, és keressünk egy ilyet. És ugye az első X-Prize, azt talán sokan tudják, az Ansari X-Prize volt, amiből a Virgin Galactic egyebek jöttek ki, tehát ott az űrturizmus szerették volna mozgatni, és a második lett a Google Lunar X-Prize. A Diamandiszéknek sikerült rábeszélni a Google srácokat, hogy nézzék meg, hogy akkor menjünk vissza a Holdra, és maga a Google Lunar X-Prize az arról szólt, hogy csinálj egy kütyüt, azt juttasd el a Holdra, ott tegyél meg 500 métert, és küldjél vissza HD videókat és képeket. Ezt mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy extrém terepen egyszerű felderítés. Na most a trükk az az volt, hogy 30 millió dollár összdíj, 25 millió az első díj, és a trükk az volt, hogy old meg a finanszírozást is. Tehát nem adunk neked pénzt, hanem csináld meg, és akkor, hogyha sikerül, akkor ez így jó lesz neked. És akkor én 2007, ez 2007 szeptemberében írták ki, és nyilván a cél az volt, hogy a Hold fele visszairányuljon a figyelem tulajdonképpen, és hogy magánszervezetek tudják ezt megoldani, ne állami ürügynökségek. Nyilván jóval kisebb büdzséből. És akkor én találkoztam egy kollégával, egy-két kollégával, akik már beneveztek részben, vagy hallottak el, és akkor gondolkoztam el azon, hogy akkor lehet, hogy érdemes lehet egy ilyesmit csinálni. Én akkor már egy olyan jó pár éve újra kezdtem vissza kacsingatni az űrtémához. Ugye említettétek, hogy én tanácsadóként szaladgáltam a világon körbe-körbe, de az egy idő után az tényleg úgy volt, hogy ez jó, meg izgalmas, meg beruházásmenedzsment, meg nagy cégeknél controlling rendszerek felépítése, de ez másoknak valóan nagyobb élvezetet szerez, mint nekem. Tehát. És akkor elkezdtem újra a világűr felé kacsingatni különböző terveken, és akkor így jött ez, hogy belebotlottam a Google Lunar X-Prize, és akkor azt mondtam, hogy hát arra, ugye azt szoktuk mindig mondani, hogy gógyink van, hát ha lehet csinálni egy ilyen jó kis programot, hogy a magyar űr tevékenységben is csináljunk egy... Mi tényleg abban reménykedtünk annó, hogy egy jó értelemben vett nemzeti projektet tudunk csinálni. Ez mégiscsak a Holdra menni, akkor még lehettünk volna negyedik nemzet, hogyha sikerült volna nekünk, ugye... Egyesült Államok, szovjet-orosz leszállás és Kína volt akkor már bent a pakliban. És hát azt láttuk, hogy ez, most egy kicsit ugrok, hogy ez nem volt olyan könnyű, mint gondoltuk volna. Így jött létre a puli tulajdonképpen. És akkor kicsit így körbe néztem, beszéltem emberekkel, csak azt mondtam, hogy nézzük meg, legrosszabb esetben nem jutunk sehova. De ha nem indulunk el, akkor egy valami biztos, akkor maradunk, ahol vagyunk. Így lett a puli. Így utólag visszatekintve, hogy érzed, az a légkör, az űrutazásnak a környezete, vagy a légköre, abban volt erre valaha lehetőség, hogy akkor valahogy mondjuk feljussunk, mint nemzet, vagy mint puli? Hát nehéz. Amikor én akkor Németországban éltem, kint dolgoztam, és akkor többen kérdezték, hogy te ezt jól meggondoltad, hogy ezt itthon akarod csinálni? És akkor hát én naivul mondtam, hogy hát igen. Tehát azt gondolom, hogy tényleg van annyi kurázsi bennünk, meg van annyi tehetség, aki hajlandó beletenni apai tanyait. És tényleg azt abban bíztunk, hogy egy széleskörű támogatottságot tudunk generálni. Ez nem jött be. Ezt egyébként utólag azt kell mondjam, hogy mások is, tehát más országok is küzdöttek ezzel. Tehát nem csak nálunk volt nehéz, nálunk szerintem azért egy nagyságrenden nehezebb volt, mint mondjuk Izraelben. Az amerikaiaknak nyilván egész más légkörük van, ez más a kultúra, más ezen a területen most nem általában az amerikai kultúrát értem, hanem az, hogy ilyen témákhoz hogyan állnak. Tehát az nyilvánvaló módon más volt, de másnak se volt egyszerű. Tehát küzdött mindenki ezzel a történettel. Itthon mivel megtanultuk azt, hogy hát ez... Itt széllel szembe kell, igen. Igen, hát akkor 2010-ben nagyon más volt még az egész űriparágnak a helyzete, mint manapság.
sehol nem volt még az újrahasználhatóság, sehol nem volt még a kereskedelmi űripar, vagy épp csak a szárnyait bontogatta. Szóval... Igen, akkor még meg az ismertség is, és mondom, mi tényleg azt abban bíztunk, hogy lehet akkor a média érdeklődést is kiváltani, meg hogy az embereket be lehet egy kicsit lelkesíteni, hogy valami olyasmit csináljunk. Ugye a mottónk is az máig az, hogy egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, hogy a Széchenyitől loptuk. Tehát, és ez tényleg így van, hogyha egy picit ez jobban sikerült volna, és hát mondjuk az, hogy a negatív hangok kevésbé hangosak, akkor szerintem gyorsabban és hamarabb jutottunk volna elő. De mindegy, ez a múlt, tehát ezzel nem akarok siránkozni. Ez megtörtént, ez úgy történt, ahogy történt, ezen változtatni nem tudunk, és hát viszonylag gyorsan szépen összejött a társaság, és a szakma, ha szabad így mondanom, először kíváncsian nézett, aztán utána azt mondták, hogy ez most ezt nem ők mondták így, de lényegében mindenki kitáncolt, hogy ez marhaság, se pénz, se pusztó, meg se lehet csinálni. És akkor mi meg azt mondtuk, hogy már csak azért is. És hát azért szépen haladtatok előre. Született egy olyan terv, hogy holdi víz szimatoló, egy ilyen raszta kutyusról elnevezett kis, vagy legalábbis külföldön ezt látják a puliból. Hát már aki tudja, hogy mi az, hogy puli egyáltalán. Tehát ez, bár annak idején ugye a puli név az úgy jött hozzánk, mikor a céget, vagy magát elindítottam a pulit, akkor mi nem tudtuk, hogy pulinak fogják hívni, és akkor kerestük a nevet, és volt pont egy ilyen rasztás póló ment egyik levelezésbe körbe, és akkor egyik idősebb kollega mondta, hogy ezt nem tudja, mi az, hogy rasta, de ez egy kutya. És akkor puli. Mondta, akkor ez egész jó név, mert kaptunk érte hideget, meleget egyébként, mert nyilván pulit az, de azt mondtuk, hogy olyan legyen, olyan név legyen, amit ki tudnak mondani a világ másik tájain is, tehát nem legyen sólyom a légitársaság, az egy kicsit nehéz így a többieknek, és akkor meg, hogy legyen magyar kötődése, és azért a puli, aki tudja, az tudja, hogy az egy magyar kutyafajta. És akkor így lettünk puli. Egyébként pedig Pati Miklós kollégám viszonylag gyors gondolkodás után rájött, ami jellemezte a életünket nagyon sokáig, hogy a puli az tulajdonképpen egy betűszó. Ez a Permanently Underfinanced Lunar Investigator. Na az igen. Tehát csak ezt fordítsuk le azoknak, akik nem beszélnek angolul, tehát tartósan alul finanszírozott, vagy igen. Hold kutatók, tehát igen. De azóta is jó derülünk, hogyha így előjön, de akkor inkább keserédes volt, mondjuk így. Igen, tehát. Igen. Igen, igen. Szóval így lett a puli. Igen, így lett a puli. Igen. És ugye az első talán most meg tudjátok mutatni, a legelső, ugye, amikor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi legyen. Még visszatérek a GLXP-re, így fogom mondani, ez a standard rövidítése neki, és ugye ott lényegében az volt, hogy a komplett expedíciót is meg kellett szervezni. Na most akkoriban senkinek nem volt holdraszálló egysége. Az utolsó holdraszállás 1976-ban volt a Luna 25. Vagy 24, igen. Tehát onnantól kezdve se kép, se hang, annak idején, mikor ez kiment. Tehát senkinek nem volt ilyenje, tehát nyilvánvaló volt, hogy ezt valakinek meg kell csinálni, vagy valakitől bérelni kell az utat, vagy bejelentkezni. És az XPRIZE, a GLXP szabályaiban az benne volt, tehát hogy lehet venni fuvart, ha van valaki, aki árul ilyent. És nyilván ez volt a nagyobb falat, hogy valakinek ezt meg kellett csinálni. És a csapatok egy része, azok belevágtak abba, hogy akkor elkezdenek leszálló egységet fejleszteni. Mi tudtuk, hogy nekünk erre esélyünk sincsen, tehát mi maradtunk a felszíni mobilitásnál, és ebből jött ki nekünk az a fajta rover koncepciót használtunk.
még a legelején elábrándoztunk azon, hogyha esetleg lenne egy ilyen légzsákos leszálló egységünk, akkor beleesnénk valami kráter mélyébe, onnan meg ki kéne jönni, és akkor jött az, hogy valami olyan mechanizmus kerestünk, ami elég jól tud meredeken mászkálni. És akkor találtunk rá tulajdonképpen a lábkerék fogalmára, ugye ezt így hívják, hogy lábkerék vagy veg. És az, igen, ez volt az első, tényleg csak így összeraktuk gyorsan, hogy ez tényleg tud-e menni, és tudott menni. És nyilván ezután jött a munka nagy része, hogy ezt normál rover méretre felhozni, és rendesen megcsinálni. Tehát ott is rengeteg koncepció volt, és a következő képen már kicsit talán látszik, igen, ez már az első prototípusunk volt, ami nagyjából azóta is lényegében ilyen, tehát szemben láthatóan nem nagyon van változás, nyilván apró részletekben történtek azóta is még javítások, de itt találtuk meg azt a formát, ami szerintünk még a mai napig is egyfajta egyedi mobilitást ad nekünk ezekkel a lábkerekekkel, ezek maguk a rúgók is egyébként, tehát ezt a körterúgónak is hívjuk így a belső zsargonban. Annak idején megkérdezték, hogy honnan loptátok ezeket a metrókapaszkodókat. Mondtuk, hogy azokat hagytuk a metróba, hogyha ezek nem onnan vannak. És de ez volt, ebben volt nagyon sok munka, tehát hogy ez a konkrét forma kijöjjön belőle, hogy ez egyrészt kapaszkodni tudjon, ezzel fel tudjuk húzni magunkat lényegében. Ha nagyon muszáj, akkor majdnem függőlegesen is fel tudnánk húzni magunkat, nyilván erre nem nagyon lesz esély, viszont, és egy valami minimális rugózást is biztosít. Tehát, és ebben volt az egyszerűsége is, hogy ezen a szerkezeten 4 darab mozgó alkatrész van, a 4 motor. Semmi több. És ugye arra mindig figyeltünk, hogy minél kevesebb dolog tudjon elromolni. Uh-huh. És minél több mozgó alkatrész van, annál hamarabb romlik el. A Holdon meg ritkán jár szerelő, legalábbis mostanában. Tehát, és akkor inkább azt néztük, hogy mi lehet tényleg valami bolond, biztos egyszerű dizájn. És ebből jött ki tulajdonképpen ez a fajta, és tényleg úgy vagyunk vele, hogy 35-40 fokos lejtőn tudunk menni, és akkor esetleg, ha most be tudnánk az első videót röviden játszani, ez egy perces videó, azt itt valamelyik kültéri shit dombon csináltuk egyébként, tehát, de itt látszik azért, hogy milyen terepen megyünk föl. Ja, hát ezt kevesen tudják. Tehát, van benne kihívás, ez egyébként egyszerűbb a Holdon egy ilyen emelkedőt legyőzni a kisebb gravitáció miatt, vagy az nem számít egyet? Ott annyiban kell nyilván vigyázni, ott hamarabb elpattansz idézőjelbetével, uh-huh. Tehát hamarabb hanyat tudsz esni. Uh-huh. Az eredeti koncepcióban végülis most is tudnánk így menni, ez most igazából napelem kérdés, hogy ha hanyat esünk, akkor sincs bajunk. Nyilván az antennákkal lenne baj konkrétan, itt meg ugye le is tudunk jönni, tehát az sem mindegy, hogy föl vagy le, mert hogyha bemész valahol, akkor nem biztos, hogy rossz, ha ki tudsz jönni. Tehát úgyhogy ezeket próbáltuk maximálisan figyelembe venni a tervezés során, és ez elég jól sikerült. Nyilván ez lehet még rajta javítani, meg megcsinálni, de kb. Ez volt a gondolat benne, hogy ezt így meg tudjuk tenni, és pont az, hogy olyan terepeket tudjunk felderíteni, amit mások esetleg nem, és ezt egy viszonylag egyszerű eszközzel. Uh-huh. És így, ez elég könnyűnek is tűnik, nem? Tehát még a regolitban sem nagyon süpped be, és nem azon, hogy akkor elakad, és csak egy helyben forog a kerék. Igen, de ezt tudunk mi is csúszkorálni, meg forogni, de pont ez volt benne. Egyébként majd, ha eljutunk oda esetleg, akkor valamelyik tereptesztünkön van pont ilyen rész, amikor egy nagyon finom vulkáni uh-huh. hamuban, porban mászunk, és ott látszik, hogy azért tegyem mi is csúszunk, de fölment. Tegyük be az a uh-huh. videóba, nem akarok hazudni. Ez a Hawaii, vagy pedig a... Ez a Hawaii, igen, a Hawaii, igen, uh-huh. az szerintem az... Most nem tudom, melyik volt betéve közvetlenül. Ja, igen, ezek az első panorámaképek voltak. Ugye egyik feladat az volt, hogy panorámaképet is kell visszaküldeni a Holdról a GLXP-ben. Ez itt egy szép kis összeállítás, hogy fejlődik a panorámakép készítésünk is, tesztelés során is. Egyébként ez mind Hawaiion készült, a Mauna Kea vulkán oldalában voltunk, ott van egy kimondottan jó teszterep, amit a NASA is már a 60-as évektől kezdve használ. Ez itt látszik egy picit, hogy ez tényleg egy ilyen holdi
Oldi vidék, tehát nagyon, nagyon fiatal vulkán, ami azt jelenti, hogy a por, amit látunk majd, az lényegében nagyon-nagyon finom, nem volt ideje lecsiszolódni, és ugye a holdpornak az egyik baja az az, hogy éles szemcsés, mert nincs, ami lecsiszolja, tehát nincs erózió. Olyan értelemben időjárás, mint nálunk, igen. És mi ezeket próbáltuk aztán megkeresni, tehát a következő fejlődési szakasz, amikor a prototípusunkkal olyan szinten voltunk, akkor kerestünk ugye analóg lehetőségeket, analóg teszt lehetőségeket. Ugye ez már egyfajta tudományággá növi ki magát, az Analog Planetary Research, tehát hogy olyan expedíciókat szerveznek többen a világon, több csoport, akik elképzelik azt, hogy leginkább a Marson vagyunk mondjuk 2 hétig, és hogy néznek ki egy Mars expedíció, úgy, hogy ugye van a minimum 10 perc oda, 10 perc vissza kommunikációs problémánk, tehát hogy egész más koncepciókkal kell neki menni, mint mondjuk a Holdra, nincs idő, tehát hogyha valami baj van, akkor azt lényegében helybe kell megoldani, tehát és ennek megfelelően csinálnak többen is ilyen analóg expedíciókat, és akkor keresnek olyan helyeket, ahol ezt meg lehet nézni. És mi így kerültünk először Marokkóba, ahol ezeket teszteltük. Aztán utána mentünk el Hawaii-ra, a saját rendezésben volt, úgy szóval annak el oldalában, és ez tényleg nagyon izgalmas tapasztalat volt megnézni, hogy ez hogy működik. És tulajdonképpen ez egy komplett teszt, tehát az irányító központ az itt volt Pesten, a srácok, akik itthon voltak, csak azt látták, amit a rover visszaküldött képet, és tulajdonképpen ennek alapján ment az irányítás, tehát abszolút klasszikus módon. Okay. Ugyanúgy egy viszonylag alacsony sávszélességgel, nyilván, amikor tényleg ezt teszteltük, hogy van. Ez pedig az egyik ilyen végső panorámakép, amit Hawaii-on csinált a rover tulajdonképpen, annak egy részlete, tehát hogy nagyon szép, mentünk, szép a felbontása. És igen. Ezek még viszont, ezek nagyon, tehát 2 megabájtos kamerákkal dolgoztunk, tehát ez is volt, hogy egy minőséget kellett nyújtani, és ugye ezeknek azért voltak részleteiben kihívások, mondjuk így, tehát hogy ha nincsen sávszélességed, akkor ezt hogy oldod meg, a navigációt hogy oldod meg, és mi tényleg a klasszikus navigációval mentünk, tehát kép vissza, csoport eldönti, hogy mi a következő menetparancs ki, rover remélhetőleg hallgat ránk és megteszi, új fotó az új helyről, és akkor megnézzük, hogy mi történt. Uh-huh. Ezeket komplett leteszteltük, és itt tényleg nagyon sok tapasztalatot szereztünk az üzemeltetésben ennek az egésznek a részében, és ez a klasszikus képünk az első marokkói történetből, az osztrák kollégákat, Gernot Grömer van, az osztrák űrforumnak a vezetője, ők most vannak egyébként Örményországban egy ilyen szimulációs programon, tehát ott szépen dolgoznak rajta. Tehát ebbe mentünk be, és akkor ezt az összes nehézség ellenére igyekeztünk vinni, fejleszteni, és ilyen tereptesztekkel a GLX-ünk belül is szerintem mi voltunk az elsők között. Tehát, hogy ilyen konkrét, tényleg mindenre kiterjedő teszteket csináltunk, tehát elég elő voltunk. De hát ez sem volt elég ahhoz, hogy tovább menjünk sajnos, úgyhogy ez itt volt. És itt igen, ezen látszik már egy picit ezen a videó, itt van ez, amit említettem. Igen. Ez egy nagyon, itt látszik, hogy csúszkolálunk, ugye mondjuk ott mindig szél is volt, mondjuk a Holdon ez nem lesz, de itt látszik, hogy azért itt megküzdöttünk vele. Ja? Tehát, hogy mi is csúsztunk le, de megoldotta a rover a feladatot, illetve a srácok tulajdonképpen, mert mi nem szóltunk nekik, hogy mi van, tehát ők tényleg csak azt látták, amit a rover adott vissza, és hozta az tehát, egészet. Tehát a porban tud csúszni, jól értem. A porban, igen. Hát csúszik a felszínen. Az tudom. Most ez is egy különböző lehetőség vannak, de elmentünk a porban is szépen, tehát azonnal ez segített. Nyilván, ha lejtőn csak por van, akkor ott baj van. Tehát ott mindenki csúszik. Most van olyan
lábkerekünk is, ahol ugye klasszikus kapaszkodók is bele vannak építve, Marokkóban úgy voltunk, de az volt a tapasztalatunk, hogy az nagyon sokat nem segít. Tehát, hogyha ha mély a bor, akkor lényegében tök mindegy, hogy van vagy nincs. Tehát ez az olyan kis tüskék még a lábkerek végén? Igen, tehát ott a körte forma végén még tulajdonképpen hasonlóan, mint a klasszikus roverkerekeken is, ugye van, van mindegyiknek egy ilyen kis valamilyen. Tehát ilyenünk is van, hogyha kell, tudunk ilyet is csinálni, de mondom, a tapasztalásunk az, hogy nem, a legtöbb terepen erre nem volt szükség. Uh-huh. Tehát azért játszottunk egy kicsit, ez volt a cél, tehát ilyen kis plakettet leraktunk, hogy akkor a fiúk oda kerüljenek a 600 méter után a végén, tehát hogy ez volt a cél. Ezért tulajdonképpen lemodelleztük magát a GLX-pit. Nem 90%-ban, igen. Uh-huh. És hát ilyen nyomokat tök jó tudunk hagyni a polba, tehát tök jó. Ezek ilyen tök jók voltak, és nagyon sokat tanultunk, és akkor így szépen haladtunk előre a fejlesztéssel. Gondolom, mondanom sem kell a nézőknek, hogy a kerekektől százszor jobban működő koncepció ez. Tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy hát a poron csúszik, tehát a kerekektől ez százszor jobb, kerekeknél ez százszor jobb megoldás. Én azt gondolom, hogy tehát, hogyha ugye a klasszikus, hogy a hagyományos kerekek, és én még nem nagyon láttam mást itt a jelenleg készülő rovereknél, ugye most azért van egyfajta verseny, meg többen is jönnek, tehát ilyet is tudunk, hogyha egy helyben megfordulunk egyébként, tehát ha nagyon most ezt azért nem szeretjük, mert azért elgyírja a tengelynél, tehát ez nem olyan jó, de tudunk ilyet is, és a legtöbb az általában olyan 15 fokig megy. Tehát azt mondja, 15 fokos lejtő még van, 20 foknál már úgy húzzák a szájukat. Uh-huh. Mi ennél biztos, hogy minimum 30-35 fokot tudunk. Uh-huh. Tehát olyan helyre tudunk elmenni, ahova mások nem, vagy csak nagy gonddal, vagy sokkal rövidebb terepen tudunk, rövidebb pályán tudunk elérni valahova, nem kell annyi kerülőt csinálni. Ugye van egy csomó mostani expedíciók tervezésénél, majd ha a vízről beszélünk, akkor szóba került, hogy nyilván próbálják megnézni, hogy hova érdemes menni, és oda milyen pályán lehet eljutni, hogy ezt igyekeznek analizálni, és ott általában azt teszik be, hogy ne legyen durvább terep, vagy durvább lejtő 20%-nál. Na most, vagy 20 foknál, mi most milyennél jobbat tudunk, tehát azzal adott esetben egyrészt mondom, olyan helyre be tudunk menni, ahova más nem, másrészt pedig rövidebb idő alatt tudunk eljutni adott esetben a leszálló helytől. De ezek most jönnek. Úgyhogy idáig jutottunk el, és hát reméltük, hogy ezzel el is tudunk menni a Holdra, mert hogy majd valamelyik versenytársunk elvisz, hogyha illedelmesen kifizetjük a fuvart. Igen, igen. Csak ugyan említetted, de akkor tényleg csak egy pár szót még szóljunk arról, hogy tehát ez nem egy autonóm jármű, tehát ez nem önmagától megy, mint mondjuk a Perseverance Rover, hogy ő szépen kijelöli magának az utat, hanem ezt ti irányítjátok az irányító központban. Igen, ez a klasszikus vezérlés, tehát ugye a Perseverance-nak is csak részben van autonómiája, tehát de az eddigi lényegében összes rover az így működött, hogy fotó vissza, menetparancs ki, és nézték. Nyilván fejlődnek a fedélzeti rendszerek, ehhez szükség van valamilyen autonómiára, és mi is dolgozunk azon, hogy ez következő verzióban legyen, tehát hogy a minimum az, hogy legyen egy kockázat elkerülés, tehát azt mondom, hogy ne menjen neki semminek, hogyha esetleg egy hosszabb menetparancsot adunk ki. Tehát ez az első rész, hogy figyeli a környezetet, és nem engedi közel menni mondjuk a sziklához, vagy egyebekhez, de az ideális eset az lenne, hogyha ha valóban autonóm lenne. Ezt a NASA most akarja egyébként ugye a kádr rendszerével kipróbálni, a roverek most három egyforma rover megy, akik egymással beszélnek és önállóan oldanának meg feladatokat. Tehát most van ott a világ, ha úgy tetszik, hogy ezeket elkezdik kipróbálni, és nyilván az önvezető autó, stb. Nagyon sok lehetőség van átemelni tudást, ami már van.
Ilyen nézői kérdés is ehhez kapcsolódó, de akkor már nem teszem fel, tehát az irányítás, hogy a NASA-nak a jelenlegi marsjárók irányítására van egy szoftver, de akkor ez kicsit különböző azért tőlük. Mi saját, tehát egy komplett küldetésirányító szoftvert írtunk, tehát ami azt jelenti, hogy nyilván ami, ez most már kicsit előregedett, tehát ezt nem szeretnénk ezzel élesbe menni, de ez konkrétan élesbe működött ezeken a terepeken, ahol lényegében ugyanaz volt, mintha a Holdon lettünk volna, tehát irányítás kommunikáció szempontjából nem volt különbség, tehát felépül egy kommunikációs lánc. Marokkóban ez úgy volt, hogy az osztrák kollégák a T-Online-nak, a T-Austria műholdjára lőtték fel a dolgaikat Innsbruckból, a főhadiszállásról onnan lement a, mondjuk, hogy a bázisállomásra, nevezzük leszállóegységnek valaminek, és ott wifi ment ki a jel az ő többi kísérletükhöz, meg nekünk is. Tehát ez lényegében ugyanaz, mint amit az ember megcsinálna. Ugye itt látszik pont egy analóg űrhajós, az osztrák kollégák csináltak, ez konkrétan az ausztriai Alpokban van, ez egy szikla gletszer, de ez lényegében ugyanaz. Tehát az űrhajósokkal is úgy kommunikál a irányítóközpont, hogy eljátsszák ezt az egész csatornát. Tehát ez ilyen szempontból pont, hogy ilyen volt. És akkor nyilván meg kellett írni a vezérlő elemeket, tehát a kimenő parancsokat, a visszajövő információkat, telemetriát, a képfeldolgozást, mindent, amit tett. És ehhez csak az a számítógép kapacitás áll rendelkezésedre, mert fedélzeten van. Pont. És azért ez nem a gamer játszógép, jó? Tehát... Hány kamera található rajta, és azt csak tájékozódásra használják, vagy pedig, és akkor ez egy kicsit átszegvélyezés a szimatolásra? Jó, igen, tehát az eredeti koncepció, hogy a GLXP az tényleg arról szólt, hogy a legegyszerűbb dolgokat csináltam meg, és ott egy sztereó kamerával dolgoztunk, ezek jó HD felbontású képekkel dolgoztak, és mi rátettünk még egyébként összességében egyszerű kicsi kamerákat, mert ezeket navigációs és szolgálati, és szerviz kameráknak hívjuk. Majd közelképpen lehetne látni, tehát van lényegében kettő a hasán, amivel maga alá tud nézni, úgy tetszik, hogyha valahol elakadna, és van lényegében mind a négy oldalán kamera, összességében igazából 6 kamera, tehát így oldalt. Ezzel tudunk adott esetben panorámat képet is készíteni, amikor megmozdulnánk. Tehát össze tudjuk fésülni a képeket, és ezt mások is csinálják, tehát hogy több fix kamerával dolgoznak, a japánoknak is van ilyen koncepciójuk, a japán kollégáknak, de ez volt az alap dolog. Most az, hogy utána mit teszünk egy ilyen roverre, mint hasznos terhető, milyen műszert, az szabad választás. És nyilván magára a GLXP-re nem is nagyon gondolkoztunk, meg az volt a lényeg, hogy ezt a feladatot tudjuk teljesíteni, tehát erre volt megtervezve, de probléma nélkül el tudunk helyezni több műszert ezen a roveren, meg is tettük, tehát voltak olyan verziók is, amikor konkrétan megfelelő optikai kamera van rajta, fényforrással is, spektrométer, tehát amivel tudjuk aztán elemezni, ami rajta van, és a vízszimatolót is gond nélkül el tudjuk helyezni a roveren. És akkor itt lennénk a vízszimatolónál, tehát ami már nem a Google Nautilus Prize, az már független. Mielőtt még egy kérdés erre kapcsolódóan lehet? Igen. Egy kérdés, mert többen is kérdezett. Többen egyrészt a hőmérséklet tesztelésére tettek fel kérdést, teljesen jogosan, hogy hogy lehet a holdi körülményeket itt a Földön szimulálni, amikor a Hawaiion azért kicsit melegebb van, mint a Holdon, azt hiszem. Illetve sokan még ezt a porfelhordás kérdését vetették fel különböző stílusban, de akkor is végül erre irányult, hogy a kerekek felhagyják a port a napelemre, tehát a hátára a rovernek, és akkor ez nem okoz a gondot. Ez lehet egy probléma. Most itt nyilván ezt mi is láttuk, meg a különböző teszteket néztük, de visszaugrok a hőmérsékletre. Természetesen ezeken a terepeken nem foglalkozunk a hőmérséklettel, tehát ez elsősorban funkcionális tesztről van szó. A hőmérsékleti teszteket azokat a normál termovákum kamerával tudod megcsinálni. Mi a roverrel ezt még nem csináltuk meg, tehát ez lenne egy következő lépés, hogy megfelelő minősítési anyagokból elkészíteni ugyanezt, ami, hogy mondjam,
a házi feladat, tehát ez nem egy feltétlen bonyolult történet, ehhez már viszont több pénz kellett, mint ami nekünk rendelkezésünkre állt, illetve mint amire szükség van egy ilyen funkcionális tesznek az elvégzéséhez. Ez ebben nem oszt, nem szoroz, tehát itt lényegében most, ha ugyanazt a hőtűrő képességet biztosítom, akkor az nem probléma. Ugye itt egyébként pedig, hogy mondjam, nagy vonalakban, tehát egy szimpla, egy egyszerű alumínium dobozról beszélünk, az alumíniumnak az űrképes változata is lényegében azzal a hőtűrő képességgel rendelkeznek, mint a normál, mint a bilialú nagy vonalakban, tehát ez nem okoz problémát. A kerék anyaga az kevlár kompozit anyag, ami szintén nem okoz ilyen szempontból problémát, tehát igazából az elektronika, illetve a műszereknek a hőmérséklet tűrése, ami gondot okozhat. Ehhez röviden még annyit tennék hozzá, hogy ma már erős a trend, ez talán már nálatok is előfordult, hogy ünnep COTS, tehát commercial off the shelf, tehát a piacon megvásárolható alkatrészekből próbálják összerakni a dolgokat, és ezek általában vagy autóipari minősítésű alkatrészek, vagy katonai minősítésű alkatrészek. Ez már mind a két esetben igazából a rázás, hőmérséklet, anyagszilárdság szempontjából teljesen megfelel az űr minősítésnek is. Standard autóipari minősítés mínusz 40 plusz 85, vagy plusz 100. Az űrben is ezek a játékszabályok, amik általában benne vannak. Az egyedüli dolog, amit ezek az alkatrészek nem tudnak úgy, az a sugárzás. És ez az elektronikánál van. Tehát itt az anyag összetétel az nem igazából nagy kihívás, mondjuk így. Tehát ezek már annyira standardizáltak, hogy ez nem probléma. Most megrezgettem a képernyőt, Szabi nem szólt rám. Nem. Én észrevettem. Tehát ez így volt. Tehát visszatérve a porfelholdásra, ez valóban lehet egy probléma. Most ezt Hawaiion, itt a képeken is lehetett látni. Itt azért két dolog van. Az egyik az, hogy itt mi mentünk vadul, a mi mértékeink szerint, tehát durva dolgokat csináltunk, ami nyilván gyors forgásnál vagy valami ráteszi. Másrészt egyrészt nagyon a felvitt pornak egy jó részét a szél vitte fel, ami a holdon nincs. Igen, azt nincs. Lehetett látni, hogy fújt a szél. Ja, tehát ott elég szeles volt végig, tehát nyilván ez nincsen. De ez pluszba, vagy pozitívba is jó volt, mert le is fújta egy jó részét, jó? Tehát ez ilyen szempontból jó volt, de ez lehet egy probléma valóban egyébként, de mondom, a tapasztalásunk az, hogy igazából a megfelelő vezetési stílussal, tehát ha nem csinálunk vad dolgokat, akkor ez nem igazából probléma. Egy másik lehetőség azt, amit vizsgáltunk egyébként, hogy hogyan fújjuk le róla a port idézővetéve. És erre csináltunk egyébként kísérleteket is, nem fejlesztettük tökére, de lényegében ilyent alkalmaz a NASA is, vagy fog alkalmazni a NASA-ra is. Nagy elektrostatikus, elektromágneses megoldást, hogy megfelelő áram, váltóáramot, ha beviszünk, akkor az lényegében lefújja a port. Tehát ez megoldható ilyen szinten. Tehát a napelem, ez igazán a napelem probléma, hogyha így van. Most, hogyha a napelem például állítható vagy függőleges, akkor nincs ilyen problémánk. Igen. Tehát, de ezek valós kérdések, jó kérdések. Köszönöm a hallgatóságnak, hogy ezeket látják és felteszik. És ezekre azt gondolom, hogy van megoldás javaslatunk, de ugye a puding próbálja az evés, tehát igazából akkor lennénk boldogok, hogyha ezt a holdon látnánk működni. Ott tanulnánk meg, hogy akkor mit kell csinálni pontosan. Uh-huh. Gondolom ez a kompaktság miatt van ennyire közel, de azzal lehetne segíteni, hogyha a kerekek kintebb lennének? Tehát, hogyha távolabb lennének mondjuk a magától a járműtesttől? Igen, ez benne van, és igazából egy picit kifele is néznek a kerekek, nem nagyon, ezeken a képeken nem látszik direktbe, de egy picit kifele megy, és az eredeti elképzelésben még jobban kifele mentek. Lehet kijebb tolni egy kicsit még a tengelyeket, tehát az nyilván a mechanikai stabilitáson
változtathat, tehát most itt arra figyeltünk, hogy ez nagyon stabil legyen. Tehát ez megint, ha adott esetben eljutunk oda, hogy egy űrképes feljuttatható verziót készítünk, akkor nyilván ezt még egyszer végig gondoljuk, hogy kihozzuk-e még egy vagy két vagy három centivel a tengelyt ebben az esetben. Attól is függ, hogy hova megyünk. Ugye ez a fajta napelem elhelyezés, ez lényegében az egyszerűség miatt van így. Uh-huh. Simán a tetején van, nem mozog, nem csinál semmit. Uh-huh. Ez, hogyha a sarkvidékre megyünk, akkor nem optimális, hogy finoman legyek. Tehát, mert ott az nem tudom, erről volt-e már szó korábbi beszélgetésekben, a Hold sarkvidékein a nap az mindig a horizont fölött van éppen, ha van. Uh-huh. Ez azért van, mert a Hold tengelye, tehát ami körül forog, az körülbelül másfél fokot zár be a nap körüli pálya az ekliptika síkjával. Ez könnyű elképzelni, ugye, hogy akkor a nap az nem tud magasra menni. Tehát ugye nálunk a Föld esetében ez a szög 27 fok, tehát ez kicsit más. Ezért van az, hogy mit tudom, attól függ, hogy ősz vagy nyár van, vagy nyár vagy tél van itt a sarkvidéken, akkor egy nem jön fel egyáltalán nap, vagy pedig nagyon sokáig van fönt. A Holdon ez olyan értelemben nincs, hogy ott mindig lényegében éppen hogy csak kidugja a fejét a horizont felé, ami azt jelenti, hogy magasra nem tud menni, tehát egy vízszintes napelem az annyira nem jó, mert az mindig csak nagyon régen kap napot, ha egyáltalán nem kerül árnyékba valami miatt. Nagyon hosszú árnyékok lesznek, ez egy külön kihívás a pólusokon. Igen, hogy az indiaiaknak a Vikram leszálltság és függőleges napelemmel volt ellátva. Igen, igen. Tehát a rover koncepciókban is egy hasonló, mondjuk ilyen kategória, mint a puli, nagyon sokan egyszerűen egy függőleges napelemet csinálnak. Most ezt mi könnyen meg tudjuk csinálni, tehát hogy fuvarba legyen így, és akkor igazából egy, ha nem akarjuk változtatni, akkor egy elengedő mechanizmus kell, semmi más. Tehát, hogy oda kötjük most, csúnyát mondok, damillal, vagy bármivel, és akkor azt elvágjuk. Tehát valamilyen módon egyszer kivonjuk, akkor kipattan, ez jó napot, és akkor ott függőlegesen. De ez attól függ, hogy milyen küldetésre megy az ember, és hogy néz ki. És nekünk is van más elképzelésünk, hogy hogy lehetne ezt még megoldani. Uh-huh. De ezek valós problémák, a megfelelő módon kell menni, de mondom, többieknek is van hasonló problémájuk, hogyha ilyen sima napelemmel mennek. Még sima kerék is fel tudja vinni, tehát hogyha olyan, nekünk meg még egy utolsó mondat erről, tehát ugye milyenk az tényleg úgy néz ki, hogy mi ráadásul ez az egész, ha úgy tetszik, egy picit olyan, mint egy ilyen védőrács, de ha lebucskázunk valahol, akkor tulajdonképpen a rover teste komplet védve van, mert a kerekek magukba foglalják. Ugye a legtöbb rovert, hogyha megnézünk, akkor a kerekek alatt lejjebb vannak. Tehát ha az eldőlne valamiért, mert meredekre kerül, akkor az ott összetöri magát. Mi ezekkel a lábkerekkel a saját magunkat is védjük. Tehát, és volt ilyen eset, amikor lebucskáztunk egyébként. Ja, igen, mert nem tud ütődni, igen, alapvetően. Igen, nem, mert a kerék lényegében fölfogja, ez olyan, mint a terepjáron, hogy a külső vázat fölrakod, hogyha a borul, akkor tulajdonképpen maga az autó karosszériája védve van. Ez egy picit ez olyan, mint hogyha egy védő keret lenne rajta, mert akármerre esik, nem tudja talpra. Magát a karosszériát, talpra esik, és a karosszériát nem tudja bántani. Igen. Még egy olyan kérdés, hogy mennyire felskálázható ez a modell. Erről tudom, hogy nem, ezek abszolút nem releváns kérdések, még mert nem tudom. De releváns kérdés, mert én azt gondolom, releváns kérdés, mert ha egyrészt minél kisebb, annál olcsóbb elmenni a Holdra. Ugye per pillanat a piaci árak azok az úgy néznek ki, hogy cirka 1-1,5 millió dollár per kilogramm, ezért vállalja valamelyik fuvaros, hogy elvisz téged a Holdig. Uh-huh. A másik rész az, hogyha te mozogni is akarsz, tehát nem saját rovered van, hanem valaki másnál bérelsz helyet valamire, akkor az olyan 4 és 5 millió dollár között van
a kiló. Tehát, hogyha van egy kilós műszered, akkor az olyan cirka 4,5 millió dollárért viszik el neked, és azt mondják, hogy akkor elviszünk, hogy sétálni téged valamennyire. Ezek a mai árak. Tehát ez nyilván a Starship-ben adott esetben változni fog, de ezt meglátjuk, hogy ez hogy néz ki. Ez most így néz ki, és ezzel nagyon nem fog változni a következő repülés, tehát következő ilyen kisebb, nem Starship jellegű repüléseknél. Uh-huh. Értető. Jó, szimatoljunk. Bocsánat, még a skálázásra vissza, és emiatt van egy rész, hogy mi is azt mondjuk, hogy mi mondjuk 5-től 35 kilóig tudunk skálázni különösebb gond nélkül. Kicsi méretezés van, de egyszerűen megnöveled. És akkor nagyobb, a motor teljesítményt kell passzintani hozzá egy picit, de mind, meg nyilván az energiaigényt, meg hogy mennyi rakományt akarsz vinni, tehát mennyi mérőműszert akarsz vinni a jegyebet, de mi azt gondoljuk, hogy ezt különösebb gond nélkül tudjuk csinálni. Ez, amit itt látunk, ez itt földön most kb. 12 kiló, ez a Holdon nem lenne ennyi, mert a legnagyobb részét ennek az akkumulátorok és a bolygóművek viszik el, amik kisebb tömegűek lesznek, hogyha a Holdon vagyunk. Uh-huh. Nincs szükség ilyen nagy tömegre, mint ami most benne van. Uh-huh. Tehát ez megvan. Beszéljünk egy picit a szimatolásról, vagy beszéljünk még ehhez kapcsolódóan a CLPS a, dolgokról? Mert... de ezt összekötném, talán ez így jó is lesz. Uh-huh. Ugye maga a GLXP az formálisan győztes nélkül véget ért 2018. március 31-én, többszöri hosszabbítás után, akkor már fanyalogtak, hogy akkor hát senki nem tudja megcsinálni, kicsit el lett mérve, és akkor valahol nyilván a Google, mint fő szponzora ennek a versenynek, már ők sem nagyon akarták tovább játszani ezt a történetet, és akkor 18. március 31-én hivatalosan lefújták, hogy akkor így jártunk. Nem nyerte meg senki nem ment el a Holdra. Most a történetnek azért két folytatása is van. Az egyik, azt ugye egy évvel később a Bereshit nevű szonda, ez az Israeli Space IL csapat volt, a Space IL az GLXP versenyző volt. Tehát, és ráadásul egy non-profit szervezet, nem is cég ilyen értelemben, egy non-profit alapítvány, és hát alig egy évvel később ők bizony leszálltak a Holdra, még ha el is rontották az utolsó centimétereket, vagy métereket, és ahogy ők mondták, ugye nem egy darabban értük el a Holdat. De jó, amennyire lehetett, humorral vették a sztorit, nyilván ez nem tudom, talán én élőben néztem a közvetítést, akkor a kollégák ugye az irányító köszöntötték, és látszott, hogy szegényeknél megfogyott a levegő, amikor hirtelen a telemetria mutatta, hogy nem lassul, hanem gyorsul, és akkor utána nem volt telemetria, tehát akkor volt az, amikor becsapódtak, de Izrael 7. országként érte el, hogy Hold körüli pályára állt egy eszköze. Magánkezdeményezés volt, cirka 100 millió dollár költségvetéssel összesen, ebből kb. 8 millió dollárt állt az izraeli ügynökség, tehát ilyen 10% állami hozzájárulás engedélyezett volt a versenyben, a többit pedig donorok adták össze. Volt két nagy donorjuk, két gazdag ember, aki sokat adott, de meg sok önkéntes munka és sok apró adomány. Tehát ez mutatja, hogy meg lehetett csinálni ezt, és azért ők ezt megcsinálták. És most már dolgoznak a második, a Bereshit 2-n, ami 25-26 környékére tervezik, hogy megy. És több minden kijött a Bereshit a Space IL csapatából is, tehát még Izraelben is volt hatása, neki pedig Izraelnek egy nagyon magas szintű űripara van, tehát lényegében mindenük van, ami kell, tehát saját hordozó eszköztől kezdve minden, amit ugye el tud képzelni az ember. Ez volt az egyik. A másik az, hogy a csapatok egy része nyilván, amikor a versenynek vége lett, akkor abba hagyta, vagy már korábban feladta bizonyos szinten, de néhányan túlélték, ha úgy tetszik, és ezek közül, a csapatok közül ma is él az Astrobotic, velük nagyon jó kapcsolatunk van egyébként, most már lassan 10 éve a verseny miatt, erről esetleg majd még tudunk egy-két szót ejteni, de ott van az iSpace, akik ugye tavaly futottak neki, hogy
ők teljes magánfinanszírozásban lényegében oldották meg, kis csúszással, ha úgy tetszik, a oldaszállást. Tehát egy másik GLXP csapat is eljutott oda, hogy leszálljon. Az Astrobotic ugye azt most januárban indult, ő nekik volt a szelephiba, miatt nem jutottak el odáig, hogy a leszállást is megkíséreljék, de el fognak jutni oda is. Tehát ezek a csapatok ebből a versenyből nőttek ki. És még mi is ott vagyunk, ugye, mint klasszikus underdog, mint a kicsik közül is mi túléltünk, és a GLXP-nek az egyik eredménye, hogy ezeket a cégeket létrehozta, és hogy mondjam, segített, hogy ezek megszülessenek, és hogy a magánipar jobban odafigyeljen a Hold körüli történésekre. A másik, említetted a CLPS-et, ugye ez a Commercial Lunar Payload Services programja a NASA-nak, ez a röviden CLPS, ez pedig egyenes következménye a GLXP-nek. Tehát a NASA felismerte, hogy ha kicsit másképpen akarnak nekifutni ezeknek a dolgoknak, akkor pont az a koncepció, amit a GLXP vezet be, az lesz jó, és lényegében GLXP meghatározó emberei írták a CLPS programot. Tehát nagyon sok mindent átvettek belőle, és ennek köszönhetően lett maga a CLPS. Ugye a hallgatóságnak talán röviden annyit, hogy a NASA azt mondja, hogy akkor ő nem fog most a robotikus küldetésekről beszélni, nem az emberesről első körben. Tehát, hogy ők nem fognak saját rendezésben, hogy mondjam, holdi leszállóegységet fejleszteni, meg készíteni, hanem ők azt mondják, hogy oké, én összerakok egy tudományos csomagot, ezt meg azt meg amazt szeretnék megtudni a Holdról, ilyen-olyan műszaki fejlesztést szeretnék megnézni, hogy működjön, ez legyen egy rover, vagy egy hopper, ez a időző szöcske, erről majd még szerintem beszélünk. Ez itt a Firefly-nak volt az egyik eszköze, ez az Intuitive Machines, tehát ebből jöttek létre ezek a dolgok, és a NASA azt mondta, hogy oké, akkor csináljuk ezt úgy, hogy mi kitaláljuk, hogy mit akarunk csinálni, és akkor megbízzuk az amerikai cégeket, hogy ajánljanak valamit. És ebből lett ez a CLPS, és most van 13 akkreditált cég, nyilván nem jött oda Józsi bá a sarokról, hogy akkor majd elviszi a NASA-nak a cuccát, tehát valamit le kell tenni az asztalra, és akkor ők jöhetnek. A NASA összerakja a csomagot, kirakja a kvázi egyfajta pályázatot, és akkor erre lehet ajánlatot tenni, és akkor megegyeznek, hogy akkor ennyi. És akkor a NASA a fő, hogy mondjam, fő megrendelő. Itt látszik ez a, amit mondtam, a napelem történetben, hogy lehet megoldani ezt, hogy ők is úgy oldják meg, hogy laposan viszik föl, azt kinyitják. Zárója bezárva. Tehát a CLPS ez erről szól, és ezek nem NASA küldetések. Ezek magán cégek által végrehajtott küldetések, a fő utas vagy a fő megrendelő a NASA, de nem a NASA missziója. Tehát itt a teljes felelősség az illető cégnél van. Ez egy nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos. Örülök, igen, hogy beszélsz erről, mert az elmúlt két, az Astrobotic és az Intuitive Machines küldetések során rengetegen a kommentekbe tényleg garmadával jöttek ezek a kommentek, hogy hát ha nem tudunk visszamenni a Holdra szállás után, és hogy visszafelé fejlődött a dolog, és hogy a NASA akkor nem... Akkor bénázik a NASA, így kicsit szebben kifejezett, sokan mondták. És ez egy nagyon fontos aspektusa, hogy ezek magáncégek, nem pedig a NASA. Nyilván a NASA ott van, és tehát kéz a kéz. Fogja a kezüket, igen. És a NASA-nak ez nagyon fontos, hogy ez menjen, mert nyilván ha most mondjuk ugye az Astrobotic-nak nem sikerült, arról is ejthetünk néhány szót, mert ott lett volna az első kis emlékplakettünk, az első magyar tárgy, ami a Holdra ment volna, hát szép tűzhalált halt végül is a csendes óceán felett, úgyhogy ezzel így jártunk, de ez benne volt a pakliban. De nyilván nagyon figyelnek arra, hogy ez minden rendben legyen, de igen, ő volt a plakett. A másolat egyébként Ausztriában van, a Harsati sóbányában, tehát azért nem teljesen történet nélkül a dolog, ez eleve így volt. Egy másolatot szeretnénk Pittsburghbe, a Munchot Múzeumban majd kiállítani, azért legyen meg az emléke neki, de hát ez ilyen. Vissza a CLPS-hez, tehát a NASA azt mondja, hogy ő ezt megrendeli, és akkor rábízza tulajdonképpen az adott cégre, hogy ha még van rakomány, akkor azt adja el, pont azért, hogy ösztönözze ezt a tevékenységet. És ugye mind a két
Clips küldetésen ment, ugye ott volt, mint a fele volt NASA, a másik fele pedig valaki valamit el akart juttatni a Holdra. Rideshare misszió volt, nem is egy költségbe hoztam. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy chartergép, tehát, hogy megvan a fő megrendelő, kibérelte az utastérnek a 60%-át, de hát tehát a gép megy, ez tuti, mert az elegendő ahhoz, hogy a gép tulajdonosa azt mondja, hogy repülünk, de még eladta a maradék 40% helyet, hogyha tudja. Ha nem tudja, akkor is megy, mert megvan a pénze elvileg, de nyilván minél többet el tud adni, annál jobb neki. Ez a magának, a Clipsnek a mottoja, és a cél az, hogy valóban egyrészt olcsóbbá tegye, ugye az egész egy 2,6 milliárd dolláros program, eddig 9 Clips küldetés van a csőben, ugye kettő lement, és az első ugye az ilyen szempontból nem volt sikeres, bár én ott voltam az indításnál, nagyon jó, nagyon, nagyon szél, nagy élmény volt azt látni élőben a Vulcan Candor indítását, meg hát ott az asztrobotikus kollégákkal nyilván beszéltünk, meg utána is kommunikáltunk, és ők azért arra büszkék voltak, hogy minden fedélzeti rendszer működött. Tehát ez a szelephiba, tehát a meghajtó rendszer, amit vettek ők is, tehát, nem ők, tehát minden saját fejlesztésű cuccuk az működött. Most nyilván a leszállást magát nem tudták tesztelni, tehát azért ők, nekik is van egy elég jó érzésük, hogy azért ez maga a Peregrine azért egész jól működött összességében. Ezért bizakodnak, de nyilván a következő, ugye a Griffin, amivel mennek, az egy ugye nagyobb falat, jóval nagyobb maga a Griffin, tehát oda fognak figyelni. De ez a Clips tulajdonképpen, és a célja a NASA-nak ezzel az, hogy egyrészt versenyeztesse az amerikai ipart, nyilván csak amerikai cégek nevezhetnek be, de ők, nekik azért vannak együttműködő partnereik. Az iSpace is ilyen értelemben bent van például, ők a Draper nevű céggel vannak konzorciumban, és az iSpace amerikai irányváltó fogja lényegében építeni a Drapernek a leszálló egységét. Tehát ők pedig közben Japánban megcsinálták már az elsőt, a második az idén fog elindulni a japán Hakuto kettes küldetése, tehát van ilyen lehetőség, hogy kívülről is valamilyen szinten be lehet csatlakozni, de maga a karmesteri pálca meg a vezénylés az amerikai cégnél kell legyen. Ez valahol érthető, nyilván a saját iparukat szeretnék futtatni, másrészt versenyeztetni, hogy olcsóbban, tehát hogy fajlagos költségben nézve minél többet tudjanak végrehajtani a Holdon ugyanabból a pénzből. Ez a koncepció, és de ők is azt mondták, hogy több kapura lövéssel fognak próbálkozni, és tudják, hogy nem mindig lesz gól. Tehát ezzel tisztában voltak az elejétől kezdve, és ezért is van azt gondolom, hogy a NASA részéről is pozitív és jó kommunikáció, nyilván ők se örülnek, hogy az asztrobotiknál volt ez a hajtómű hiba, vagy a szelep hiba miatt nem tudtak elmenni a Holdig, de ennek ellenére a maximumot megpróbálják kihozni. Az Intuitive Machines-nál ugyanúgy, tehát ugye az se volt tökéletes, de ott végül is azért leszálltak, hanem is teljesen simán, és a küldetésnek egy jelentős része azért sikernek könyvelhető el. Most nyilván ebből tanulnak, tehát a következő dolgoknál már ezt mind ha árbúj szemekkel jobban megnézik. Ha mondjuk a következő 2-3 Clips küldetésben is lesznek ilyen hibák, és nem fog menni, akkor nyilván elkezdik vakarni a fejüket, hogy akkor talán mégse ez a jó megoldás, de én azt gondolom, hogy ez nem így fog történni. Tehát nyilván ők is, mindenki azt akarja, hogy ez sikerüljön és menjen. NASA is ezt akarja, a cégek is ezt akarják, ők keretették fel a gazdasági sikerüket. Azért lehet látni, hogy egy tendencia kezd kiépülni, vagy kialakulni az Egyesült Államokban mindenféleképpen. Ha már csak onnan kiindulunk, hogy a nemzetközi űrállomás utánpótlását, teher és emberes utánpótlását ugyanezen a gondolkodás vagy gondolatmeneten menetet követve sikerült biztosítani. Most ez egy másik dolog, hogy a Boeing mint cég óriás, minden területen botladozik, és ez azról nem kivétel az űrszektor sem, és ők nem hozzák a saját részüket, szerencsére a másik cég hozza, és látszik, hogy ugyanezt a gondolkodást próbálja átültetni a NASA,
most, hogy a Hold kerül előtérbe, és legyen ez a rakéta kifejlesztése, legyen ez a landolóegységek kifejlesztése, és ugye a klipsz, ugye, meg az, hogy tehát hasznos terhet a Hold felszínére juttassanak. Tehát igen, ez kicsit olyan, jól gondolom, és Dávid ezzel szerintem tudunk rezonálni, a pont a múlt csütörtökön indított Starship 3 harmadik tesztrepülésének a margójára, hogy igen, elvesztették mind a két fokozatot, igen, ez egy veszteség a cégnek, viszont ha azt nézzük, hogy cserébe majd, ha ez a jármű kifejlesztésre kerül, és átültetve, hogyha ezek a landoló egységek a Holdra tényleg sikerrel fognak, és viszonylag jó magabiztossággal, akkor onnantól kezdve óriásit fog nyerni ezzel a NASA, a cégek, a fenntarthatóság, és a jövőbeli holdküldetések, tehát hogy az fenntartható legyen. Mindenki, én azt gondolom, ez valóban így van, tehát a Starship 3-hoz tényleg, ha nemrég, pont ma délután olvastam még egy gondolatot, gyerekek, ha ez egy hagyományos rakéta lett volna, ez egy teljes siker. Mert mind a kettőt a már visszatérési fázisban vesztettünk el, amit egyébként senki nem csinált korábban. Jó? Tehát ilyen szempontból ez egy tökéletes tesztrepülés volt. Jó? Csak ők többet akarnak, és benne van a pakliban. És hát előrelépés történt a második repüléshez képest, tehát már csak ebből a szempontból siker, mert ha felrobbant volna az intóálláson, akkor azt mondom, hogy kudarc persze, de igen, teljesen jó pályára. Igen. Nem, ez ugye még kettő dolgot ehhez, ha tegyek hozzá, pont ez az egyik, hogy igen, ezek benne vannak, hogy nem sikerülnek, és azért azt sokan elfelejtik, hogy a Falcon 1-esnek az első három repülése az bizony nem sikerült. Nem az, hogy félig, sehogy se. Sehogy. És a negyedik volt az, ami ment, és az mentette meg az egész céget. Jó? Tehát ez nem úgy van, hogy ők kijöttek, aztán ment mind a karikacsapás, egyáltalán nem így történt. És a másik, amit nagyon sokan elfelejtenek, meg nem is tudják, sajnos a statisztika azt mutatja, hogy az eddigi cirka 50 holdraszállási kísérletben a siker ráta bizony 50%. Régen is, meg most is. Ugye régen se az volt, hogy akkor oda mentünk, aztán gyorsan leszálltunk, és minden működött. Nem így volt. Tehát ezt meg kell tanulni, és hát ezt most tanulják, és szerintem gyorsabban fognak tanulni ezek a cégek, mint korábban, nyilván nagyobb a tudás, tehát ezt senkinek nem szabad elfelejteni, ez egy bonyolult biznisz. Tehát igen, hát sokan ugye összekeverik, hogy a számítástechnikai fejlődés, és mi az, hogy a mai gépekkel nem tudunk leszállni, meg tényleg megint csak az, hogy bezeg a 60-as években, ha egyáltalán ugye voltak, ugye akkor a holdra szállások, már sokan ezt is. Igen. Tehát, hogy sokan így a sajnos keverik a kettőt, pedig sem. Attól, hogy itt a Földön milyen a számítástechnika, a Holdon teljesen más dolgok érvényesülnek. Igen, és ott egyszerűen az van, hogy nekem, ez pont az egyik kollega, Chris Luikivel beszélgettem, ő a Marsjáron dolgozott élesbe, ők megpróbáltak a Planetary Resources nevű céggel a kisbolygó bányászatba belevágni, tehát a Chris, neki van, hát szerintem kb. 30, lassan 30 év tapasztalata NASA-tól kezdve mindenhol, tehát látott ő karonvarjút, és akkor ő is azt mondta, hogy figyelj, 9999 dolgot jól csináltál. Egyet véletlenül, akár véletlenül elrontottál, vagy valami gebasz bejött, és ennyi. Akkor így jártál. Pont. Igen. És ezzel nem tudsz változtatni se, tehát és nyilván, hogy mindent megtesznek, hogy ez működjön, és most nézd meg ezt a szelephibát az Astrobotiknál, hogyha tényleg ugye ez a most az ismeret, ezt nem tud kivédeni. Most két szelepet raksz be? Hármat raksz be? Igen. Jó, tehát ezek le voltak tesztelve, nem először jártak az űrben, gondolom a Dynetics nevű cég csinálta, előfordul, sajnos. Amikor készültünk az adásra, pont felhozódott az Intuitive Machines, és azért ők egy fokkal jobban jártak, de pont azt beszéltük, és nevettünk rajta, hogy azért igen, náluk a probléma kijavítása egy picit egyszerűbb. Részben, igen. Igen, az tehát ugye az, hogy ott rajta hagyták a kupakot, ugye, hogyha pongyolán fogalmazunk a lézer mérőjükön, az
csúnya. De mondtál csúnya nagyon érdekes dolgot, hogy mekkora dolog volt, igen, hogy így landoltak. Igen, tehát az, hogy végignézi az ember akkor a beszámolókat meg, amit csináltak végsősoron, egyrészt, jó, ez szarvas hiba volt. Valakinek a fejét biztos, hogy erőteljesen megmosták a cégnél, tehát ez nem kétséges, de volt már ilyen hiba máshol is, tehát űrügynökségi történet is volt már ilyen. Igen. Úgyhogy nem kell azt mondani, hogy ez csak azért, mert Olcsó Jánosok. Ja, a mértékegységek összekeverése. Akár, se voltak ilyen, tehát vannak ilyen dolgok. Viszont az, hogy egyrészt, hogy amikor rájöttek, nekem ez volt a másik nagyobb hibájuk tulajdonképpen, hogy csak a hold, tehát a leszállás előtt próbálták meg, hogy működik-e. Tehát, hogy nem készültek korábban, és akkor volt ugye az a gyors reakciójuk, amit egyébként megint zseniálisan megoldottak, hogy átprogram a NASA-nak a lézerjeit, hogy akkor azzal fognak leszállni. A csavar aztán meg onnan jött, hogy ott benn maradt egy flag a szoftverbe, tehát végül is nem kapták meg azokat az adatokat a NASA lézeres méréseiből, ami működött, tehát az jól működött, de az a leszálláshoz nem nyújtott segítséget, mert a szoftver nem engedte át. Tehát ugye volt nekik másfél órájuk átírni a kommunikációs részét, ami zseniális, aztán ez a flag valahol benn maradt. Ami azt jelenti viszont, hogy csak, és ezt nagyon nagy idézőjelben mondom, az optikai eszközök, tehát a kamerarendszerek alapján szálltak le, ami viszont zseniális. Tehát az, hogy az a kamera, ami feldolgozza, távolságot mér, irányítja a rendszert, azzal ezt a leszállást odarakták, az viszont azt mutatja, hogy következőnél nagyon-nagyon jó esélyük van arra nyilván, hogy akkor működni fog a lézerük, működni fog a szoftver. Nem tudták letesztelni végül. Igen, tehát azért mondom, hogy tehát ez önmagában nagyon-nagyon szép eredmény, hogy ezt így kirakták. Igen. Meg a kommunikációban is tanulhat most, hogy ezt egy kicsit jobban kell kommunikálni, meg én remélem, hogy még mi belülről majd fogunk hallani sztorikat, amik majd később talán kijöhetnek, mi azért ugye kapcsolatban vagyunk a kollégákkal, mind az Astrobotiknál, mind az Intuitive Machinesnál. Meg hát ők még meg is próbálhatják ugye felébreszteni a jelenleg alvóeszközt, március végén jön a következő holdinak. Igen, japánoknak sikerült, senki nem számított rá, igen, hogy ki tudja. Hát, ha drukkoljunk nekik, tehát... Ezt abszolút emberre tervezték, hogy felébresszék a elég zord körülmények így, után. Így van. Én azt gondolom egyébként, ez tényleg, akiket én ismerek itt ebben a közösségben, ez tényleg mindenki mindenkinek drukkol, mert ezt tudjuk, hogy ez akkora falat, hogy itt mindenki, minden sikerre a másiknak is segít. Aztán majd 5-6-8 év múlva akkor már lesz komoly verseny, akkor már nyilván kicsit élesebb lesz a küzdelem, de most mindenki örül a másik sikerének is, és szomorkodik, hogyha a másiknak nem sikerül, mert minden irányba hatása van a többiekre. Tehát a negatív eredmény visszahúzza a többieket is, a pozitív meg segíti nekik, így benne vagyunk. Tibor, én egy picit visszahúzom a beszélgetést a Polyspace-re, mert azért nektek komoly tervetek van ott a felszínen, és azért, tehát az, hogy mi a Holdra megyünk, annak nagyon fontos feltétele a víz. És ti ez nagyon komolyan szeretnétek hozzájárulni. Hozzászagolni. Szagolni, így van. Ugye egy röviden visszatérnék még magára, hogy a rover fejlesztésre minden, amit mondtam, hogy ott akkor igazából túléltünk, és ugye, hogy vége lett a GLXP-nek is. A túléléshez még annyit azért hozzá kell tennem, hogy ebben, és ezt tényleg nagyon nagy örömmel mondom el mindig, és büszkeséggel, a feleségem támogatása nélkül a puli nem lenne. Tehát, hogy az, hogy azon a tényleg vértizadós időszakon keresztül tudtunk menni, azt az ő lelki és anyagi támogatása nélkül nem tudtuk volna megcsinálni. Amikor az én időm arra ment el, hogy ezt próbáltuk húzni, és nem kerestem pénzt, akkor nyilván nekünk is van villanyszámlánk, meg gázszámlánk, tehát ezt az ő lelkesedése nélkül nem tudtuk volna megcsinálni. Szeretném mindig mondani, hogy Zsuzsinak ezúton is köszönje meg nem csak mi, hanem a többiek is, hogy mi vagyunk, és el tudtunk jutni idáig, és ez tényleg nagyon klassz. És
egyébként nem érdekelte az űrkutatás, és tavaly a Smithsonian Múzeumban voltunk Washingtonban, ott volt a felvilágosodás élménye neki, hogy mit csinálod tulajdonképpen, úgyhogy most már ő is megtért ilyen szempontból, tehát nem csak a személyes átkonvertált, igen. Igen. Visszatérve, és ugye amikor a GLSP véget ért, akkor mi is gondolkoztunk, most mi lesz velünk, mondtuk, hogy annyi mindent igyekeztünk összerakni, és úgy gondoljuk továbbra is, hogy ez jó lesz, és beindul, hogy nem hagytuk abba a munkát, és 2020-ban szembe jött egy NASA által részben szervezett, támogatott ötletpályázat tulajdonképpen. Ez a drágám összepréseltem a NASA rakományát címmel futott. Ugye ez a drágám, összement a NASA rakománya. Rakománya, az eredeti szójáték, ugye az a filmre vonatkozik, hogy Honey, I Shrunk the NASA Payload, ez volt a cím, és hogy a gyerekek összementek, magyarul ez azt hiszem így ment. Igen. És erre hajaztak a kollégák Amerikában, és amikor azt mondták, hogy Honey, I Shrunk the NASA Payload, és akkor ott lényegében az volt a játékszabály, hogy azt mondták, hogy figyú, Hold az izgalmas, ott szeretnénk feltárni, hogy milyen potenciális erőforrások vannak, meg szeretnénk jobban monitorozni a holdi környezetet, sugárzásmérés, hőmérséklet, stb. Milyen pici cuccot tudtok csinálni, ami ilyent ehhez jó lehet? És azt mondták, hogy legyen ez egy fél CubeSat, 10x10x5 centi maximum, 400 grammnál ne legyen nagyobb a tömege, és ne kérjen többet, mint 4 watt. Köve ez volt a feltételrendszer, egyébként megcsináljon valami értelmeset. És akkor vettük elő a fiókból a Lucsányi Dávid kollégánk ötletét, ő egyébként fizikus szintén, és a napi munkája a CERN-ben van, sugárzásméréssel, különböző szenzoroknak a sugárzás általi hatásainak vizsgálják a CERN-be, illetve volt az ESA-nál is dolgozott, és a Dávidnak volt egy olyan gondolata, hogy tudunk CMOS szenzorokat neutron detektálásra használni. Ez ugye ilyen kínaiul hangzik, hogy CMOS szenzor, mert neutron detektálás, mert miközben az egésznek a vízhez. Pedig a CMOS-t mindenki használja, vagy mindenkinek a telefonjában ott van. Igen, az, hogy látnak bennünket, az is CMOS-nak köszönhető, mert általában a kamerákban, tehát a laptop kamerában is CMOS van, vagy a telefonban is CMOS van, vagy a fényképezőgépekben is CMOS van most már a modernekben. Ugye ez lényegében ez egy sok pixeles rendszer, ami képet generál. Most a neutronok, azra talán még a hallgatók nagy része emlékszik, azok semleges részecskék, ugye a proton, neutron az elemi részecskék, nagyjából hasonló tömegűek is, ez még fontos lesz. Viszont neutron, mivel semleges, ezért nehéz detektálni. Általában elemi részecskéket úgy tudunk detektálni, valami elektromos jelet generálunk, és azt próbáljuk megnézni, tehát a nehéz a neutron detektálni. Na most a klasszikus rész az, hogy valamilyen gázban bejön a neutron, ott kölcsönhatásba lép, és elektromos részecskék keletkeznek ennek a révén, és azt mérjük. Na most ugyanezt a trükköt játsszuk el a CMOS szenzornál is. A Dávid ötlete az volt, hogy vigyünk fel erre a CMOS szenzorra egy nagyon-nagyon vékony, tehát ezred milliméternyi vékonyságú neutron érzékeny réteget, amivel belejön a neutron, akkor az ott kölcsönhatásba lép, aminek az eredményeképpen kijön töltött részecske, ami pedig fényfelvillanást okoz a CMOS szenzorba. Tehát, hogyha röviden megpróbáljuk megfogalmazni, akkor mi azt számoljuk, hogy hányszor villant fel. Hány felvillanást látunk a szenzoron, és akkor abból tudjuk megmondani, hogy hány neutront láttunk. Nyilván jöhet a kérdés, vagy jönni is fog gondolom a hallgatóság, most előre szaladok, ha jön egy proton mondjuk a kozmikus sugárzásból, az is fog generálni ilyen felvillanást, tehát azt ki kell választanunk, és erre született meg az alapgondolat, hogy nem egy szenzorral dolgozunk, hanem hárommal, itt, amit a képen lehet látni, ez három ugyanolyan szenzor. Ezek
tehát ők egy a kicsit szenzorok. Ez a három nagy, kettő, három, és ott mellette van egy FPGA, ami az egésznek a vezérlését, az a fekete az az FPGA, igen, ő irányítja az egészet, és a három szenzort, hogyha kicsit megnézzük, látszik, hogy a kettő egy picit más színű, mint az egyik. Ez azért van, mert ezen a kettőn van ez a bizonyos nagyon vékony neutron érzékeny réteg, ami ezt a konverziót csinálja. Hogy miért kettő van, az pedig onnan látjuk, hogyha kicsit kimegyünk a fedőrészre, ott az alumínium fedőrészre bal fent, ott látszik benne, hogy ott valami bele van csavarozva. Az a picike kis rész. Ezen a részen, igen. Ez az egyik szenzor előtt van. Ez pedig azért van, mert ha neutronokat detektálunk, akkor azt nem csak azért csináljuk, mert szeretünk neutronokat számolni, hogy hány neutron jön. Egyébként az is jó. Általában a neutronok által leadott dózist szokták mérni, tehát nem az, hogy hány neutron jön, hanem mennyi dózist ad le, mert az okoz kárt például az emberi szervezetben, vagy az okoz kárt adott esetben az elektronikában, de minket az érdekel, hogy hány neutron jön. Mégpedig az is érdekel bennünket, hogy milyen energia szinten jönnek. Gyorsak, nagy energiájúak, vagy lassúak, alacsony energiájúak. Az előbb már bejátszottátok ezt a víz dolgot a Holdon, és itt lépnek be ezek a dolgok, ugyanis a Holdon, ha van víz, akkor az, ugye a kérdés, hogy hogy került oda, meg hogy tudjuk detektálni, meg hogy hol van, milyen formában van egyáltalán. Nyilván nem fog folyni víz, mert hogy vákumban nem nagyon folyik víz sehol, meg mínusz 100 fokon sem, meg plusz 100 fokon sem folyik víz. Na most, tehát akkor a talajban tudunk, vagy a talaj felszínén, hol talaj felszínén, vagy a talaj felső rétegében mondjuk, vagy mélyebben. Na most, hogyha a talaj felső 1 méterét nézzük úgy nagyjából, akkor onnan jönnek ki például neutronok. És ez azért érdekes, mert ezek a neutronok lényegében ott keletkeznek ebben a holdi talaj felső 1 méterében, mégpedig a bejövő kozmikus sugárzás hatására. Ez lényegében a nagy energiájú protonok, amik jönnek. Ezek a protonok belépnek a talajba, ott különböző kölcsönhatás révén neutronok is keletkeznek. Na most, ha mondtam, ugye, hogy a proton meg a neutron tömege az nagyjából ugyanaz. Most a hidrogén atommag az miből áll? Mindenki tudja a hallgatóságban, egy darab egy protonból. Meg egy elektron is van neki, ugye, ott, hogyha úgy van. De most, ha sok hidrogén atom van a talajban, és jön egy hasonló tömegű neutron, ami nem túl gyors, akkor adott esetben veszít egy rugalmas ütközés révén energiát. Ez picit olyan, mint hogyha ugye, szokták mondani, hogy két mondjuk golflabdát vagy biliárdgolyót összeütköztetünk, akkor az egyik le tud lassulni, és picit átad a másiknak az a berezeg. Na most, hogyha hasonló tömegűek vannak, akkor az egyik az tud energiát feszíteni, nem tudja kiszakítani az anyagból a másikat, a protont adott esetben, viszont az ő energiája lecsökkent. Tehát ha sok hidrogénatom van, ami lényegében azt jelenti, hogy sok víz van ott, akkor a neutronok, az alacsony energiás neutronok száma meg fog nőni, és le fog csökkenni, az úgynevezett epitermikusnak hívják ezeket, az most mindegy, ezek a közepes energiájú neutronok száma lecsökken. És ebből lehet következtetést levonni arról, hogy mennyi vízjég van, vagy vízekvivalens hidrogén egészen pontosan ez a szakszó. Most az eddigi méréseknek a nagy része is, ami mondom, ez kb. A felső 1 méteret tudja vizsgálni, ez fizika, tehát ez nem varázslat, hanem eddig mélyebbről nem jön ki neutron, mert elhal idézőjelvetéve az anyagban, mert ugye más is van ott. És ezekből a mérésekből, ilyen, ha tudunk mérni neutron spektrumokat, tehát hogy mennyi lassú neutron jön, ezeket termikus neutronnak hívják, meg mennyi közepesen gyors, ezeket epitermikusoknak, ezeknek a viszonyából, meg a változásából tudunk mondani adatot arra, hogy mennyi vízjég van ott. Na most ezeket a méréseket eddig hold körüli keringő egységekről mutattátok a Lunar Reconnaissance Orbiter, tehát azon is van egy neutron spektrométer, abból próbálnak mérni, tehát ezek olyan 50 kilométerrel a felszín fölött vannak, nyilván ott egész más spektrumot lát, mint ami a talaj közelében van, és ott van is vita, hogy mennyi, de ebből, és nem tud
precíz felbontást adni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy 20 kilométeren van az adatok szerint mondjuk 1,2% vízjég. 20 kilométeren. Hogyha valakit oda küldesz ásni, akkor nem biztos, hogy örül neki, hogy most melyik részen van ez a 1,2%, vagy itt van 3, ott meg sem ennyi, meg csak a kosztásom. Ezért kell nekünk ez a 3 szenzor, hogy meg tudjuk különböztetni a lassú termikus neutronokat, meg az epitermikus neutronokat. És az a bizonyos pici kis rész ott a doboz tetejében az arról szól, hogy az kiszűri a lassú neutronokat, a termikus neutronokat, tehát az egyik szenzor az tulajdonképpen csak a gyors neutronokat látja, vagy a gyorsabb neutronokat látja, az epitermikusokat. A másik az pedig leginkább a lassú neutronokat látja. A harmadik szenzor az pedig egy nem módosított szenzor, az pedig mindent lát, a hátteret tulajdonképpen, a hátteret tudjuk kivonni belőle. Ezért van szükségünk erre a három szenzorra, és így tudjuk megmérni, hogy mennyi úgynevezett termikus neutron van, mennyi epitermikus neutron van, és ebből tudunk mondani adott esetben kijelentés, hogy mennyi víz ekvivalens hidrogén tartalmat várunk ott. Ez a jármű, ez hol van itt elől, ez a műszer? Ezen konkrétan sehol, de itt hátul lenne most, azt hiszem olyan kép nincsen most, ahol hátul van, tehát az antenna van, most oda tudtuk felszerelni, de be tudjuk tenni a hasába, be tudjuk tenni a végébe, bárhol van, mert ugye ez nagyon kicsi. Tehát ez végeredményben 10x10x 3,4 cm-ig tudtuk összenyomni, összepréselni a rakományt, és 380 g környékén végeztük, tehát tényleg nagyon, nagyon kicsik vagyunk. És ezt hogy kell elképzelni? Ez lefelé néz, előre néz, hátra néz? Igen, vagy lefelé. Ideális esetben minél közelebb a felszínhez, nyilván mert minél magasabban vagyunk, annál nagyobb területről tudnak bejönni a neutronok. A neutron az kijön a felszínből, az mindenféle irányba jön ki. Tehát, hogyha oldalra jön, akkor az is eltalálja, hogyha magasabban vagyok. Tehát erre megvannak. Picit olyan, mint egy teleszkópnak a látószöge, hogy mit lát és hogy milyen magasságban van. Tehát, ha közel vagyunk, akkor elég jól csak az alattunk levő részt látjuk. És tehát ez a három szenzor, ez lefele néz tulajdonképpen. Értem. És így kell, hogy működjön, és akkor megyünk, és akkor számoljuk a felvillanásokat. Ez egyszerűnek tűnik, ebben nagyon sok finom hangolás van, még most is, tehát hogy tényleg be tudjuk jól kalibrálni, de az alap megvan, és működik. Most ezt az ötletet adtuk be, csak visszaugrok gyorsan a történethez, a NASA-nak erre a pályázatára, ez a Honey Ashland, a NASA payload, és azért volt egy jó pályázat, mert az nyílt volt, tehát általában amerikaiak vehetnek csak részt, ez egy nemzetközileg nyílt pályázat volt, ennek megfelelően 129 pályázat érkezett 32 országból, ha jól emlékszem, és az erőforrás felderítés kategóriával viszont elhoztuk az első díjat, hogy egy ilyet tudnánk csinálni, és akkor ennek azért nagyon örültünk, hogy ez tetszik a NASA-nak is, és ugye a második fordulóban ugye másoknak is voltak jó ötleteik, összesen 14 különböző első, második, harmadik dicséretet osztottak ki, és a NASA azt mondta ennek a 14 csapatnak, hogy ha meg tudtok győzni bennünket, hogy egy év alatt meg is tudjátok csinálni fizikailag egy letesztelt, működőképes példányt, ami akár a Holdra is elmehet, akkor adunk nektek pénzt. Mégpedig 225 ezer dollárt. És akkor mi összeraktuk, mert örültünk neki, és akkor mondtuk, hogy hát akkor nézzük meg, és akkor NASA elhitte nekünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ugye össze kellett rakni a költségtervet, részletes projekttervet, hogy egy év alatt hogy képzeljük el, hogy ebből tényleg lesz fizikailag megfogható cucc. Partnereket kellett hozzá keresnünk, akik a gyártásban, illetve a különböző teszteknél segítenek, és ezt 21. januárjában leadtuk, és akkor a NASA azt mondta, meg még három másik társaságnak, oké, hajrá, fussatok. És akkor tényleg ez
ezek nekifutottunk 21 februárjában, január végén, és ugye a feladat az volt, hogy 22 januárjában le kell szállítani a dokumentációt és a három működő példányt. Most ez február 17-én szállítottuk le, nem azért, mert késtünk, hanem a NASA mondta, hogy akkor oké, dokumentáció legyen január 28-ig, és aztán fizikailag meg februárban hozzátok a cuccot, és a négy csapatból három le is szállította a NASA-nak a saját eszközét, tehát a másik két társaság is ügyes volt, és össze tudták rakni, és a NASA ez kicsit kerek szemmel nézte, hogy ennyi pénzből, ennyi idő alatt ezt meg lehet csinálni, de nekik is egy kísérlet volt, és ezt megcsináltuk. És ugye, ott van egy fotónk, amikor a Hazadi Matyival vagyunk a Jet Propulsion Laboratory-nál, akkor még Covid idő volt, meg maszkba voltunk, és ja, igen, a négyes hatos. Kép, vagy hármas, vagy nem tudom melyik kép. Hatos lesz, de az, szerintem. Mutatom. Igen, az ez is az? Lehet. Ez a, igen, ez a uh-huh. kép. Ez a Jet, ez Pasadena-ban van, a Jet Propulsion Laboratory-ban. Ott van az a, ugye a zöld képernyő mellett, a pici alumínium doboz az a egyik működő letesztelt. Pontosan ő a visszimatoló, rárakva ugye egy szimulált interfészt, tehát hogy ez működik, és ott mutattuk neki, hogy hát itt most ketyeg is dolgozik, és csinálja a dolgát. És akkor örültünk. Ők is örültek, meg mi is örültünk ennek az egésznek, hogy ez jó volt, és három cuccot le is szállítottuk, és szépen ott volt. Másik kettő az mi volt, amit a másik két csapat nyert? Az egyik az egy sugárzás, dózismérő, sugárzásmérő eszköz, de különböző dolgokat tud, a másik pedig egy röntgen spektrométer tulajdonképpen. Tehát hasonló, mindegyik nagyon innovatív, úgyhogy remélem azok is repülni fognak valamikor, de mi itt még futottunk egy extra kört, és a következő képen lehet látni egy sima tárgyalót, itt három urat lehet látni, meg itt a jó szeműek már látnak egy vízszimatolót, ugye elneveztük vízszimatolónak, mert hogyha már víz után keresünk, meg pulik vagyunk, akkor adja magát az ötlet, igen. És akkor ez lett a Puli Lunar Water Snooper, úgyhogy mi PLWS-nek hívjuk ugye az angol zsargonba, a rövidítésbe. Ez a kép, ez pedig Houstonban készült, még mielőtt Pasadena-ba érkeztünk, mert akkor már kapcsolatban voltunk az Intuitive Machines társasággal. Itt a kék inges úr az előtérből Jack Fisher, de egyébként űrhajós, és ő a stratégiai... Ő Jack Fisher? Ő Jack Fisher, igen. A második úr az a Peter McGrath, ő a pénzügyi igazgató, pedig az akkori Houstoni konzul Markocsán Gábor, aki segített nekünk ezeket összehozni, ezeket a találkozókat. A Jack egyébként egy nagyon aranyos, totál aranyos kolléga, tényleg. Szereti a pálinkát, mert Csillagvárosban ő volt a bartender, amikor edzésre járt, vagy ismeri, mondjuk így, mert gondolom, ő kezelte a bárt a Csillagvárosi kiképzőbe, ezt csak így mellékesen tanultuk meg. És akkor ott beszélgettünk, és akkor élő tisztelettel nézegették, mondtuk, hogy hát ez repülésre kész ez a példány, visszük a NASA-nak, és akkor Jack is mondta, hogy ő repült, azt mondja, élő tisztelettel, hogy meg se fogjuk, meg mondja, nyugodtan tapiznek, hát ezt majd is letörlik ott a csipérni, annyira nem kell erre vigyázni. És akkor bejött teljesen véletlenül a holdi küldetésekért felelős kollega, az Intuitive Machines Trent Martinnak hívják, ez most ezen nincsen, ezen a képen, mert még nem volt benne. És akkor kérdezte, hogy mi ez az izé ott az asztalon, meg hogy kik ezek a népek itt az asztal körül. És akkor mondtuk neki, hogy hát ez a vízszimatoló, neutrondetektor, meg ilyen pici, meg visszük a GPR-nek. És akkor egy kb. Fél órás beszélgetésbe keveredtünk. Akik ott voltak, ugye a Gábor is, vagy a többiek mondták, ha ezt fölveszi valaki, az mehetett volna a sorozatba. Tehát, de lényegében azt mondta a Trent, hogy figyú, tök jó, hagyjátok itt nekünk, ez kell. Van fél kiló helyünk a hopperen, amivel megyünk a holdra, és ott mi úgyis vizet keresni, szeretnénk mérni. Ezt mondtuk neki, hogy hát itt nem hagyhatjuk, mert ezt azért már elég értük, de szívesen csinálunk nektek egy másikat, beszéljük meg. És akkor lényegében végigbeszéltük, nyilván nem minden részletet, de a lényeg az volt, hogy akkor kiderült, hogy nekik van a
Micronova, ugye ez egy miniaturizált leszállóegység, és ugye a következő képet megmutatjuk a kollégáknak, ez már a végleges repülési példány, itt mögöttem, most itt nem én vagyok a fontos, de hát ha már ott voltunk, ez most decemberben készült, ami ott a tiszta térben látszik, ez a Micronova, ez egy hopper vagy, hát jobb hiány szöcskének fordítottam. Ez egy 70 centi, 35 kilós miniaturizált leszálló egység, aminek az lesz a dolga, hogy több ugrást csináljon, tehát kvázi mint egy drón, és tesztelje, hogy tud-e egy ilyen eszköz a Holdon felderítést végezni, és hasznos méréseket csinálni. Ugye egyrészt gyorsabban tud eljutni bizonyos helyekre, mint bármelyik rover, másrészt valóban be tud ugrani olyan helyre is, ahogy rover még a miénk sem tud bemenni. Ez egy technológiai demonstráció, ezt az Intuitive Machines a NASA-val együtt fejleszti, Tipping Point Contact, azt hiszem kaptak érte $46 millió, hogy ezt kifejleszték, megreptessék, de közben azt mondták, ha már csinálunk, akkor már valami tudományt is csináljunk mellé, ha már van ilyen lehetőségünk, és van rajta, ugye, megfelelő kamerarendszer, a Canadensis kanadai kamera gyártónak a kamerái vannak, és ezzel nyilván egy csomó, a navigáción kívül nagyon csomó izgalmas analízist tudnak a Hold felszínről, a regolitról készíteni közelképen. Alapján van rajta egy infravörös termométer igazából, ezt a német DLR, a német űrügynökségnek a berlini intézetéből hozták, ők mínusz 200 fokig tudnak hőmérsékletet mérni. Ez egy Marson már repült eszköznek az adaptált változata. És akkor mondta a trend, hogy akkor még ott ugye kerestek egy neutron spektrométert is, ugyanis ez a Hopper, ennek az egyik feladata azon kívül, hogy technikai demonstrációt hajt végre, tehát mutatja, hogy tud ilyet csinálni, beugrik egy úgynevezett állandóan árnyékos területre, ahol leginkább arra számítunk, hogy van víz. Az állandóan árnyékos terület az az, ahova soha nem süt be a napot. Maximum szórt fény van, vagy a földről visszavett fény, és ott általában mindig olyan mínusz 200 fok körül van. Na most, ha oda be tud ugrani, akkor ez lenne az első lehetőség, hogy például ott konkrétan a vízjeget ki tudjuk mutatni, akár neutron spektroszkópiával. És ennek megfelelően ez tényleg egy első dolog, úgyhogy ezért a trend is nagyon örült, hogy volt egy ilyen, ők a NASA-val annól beszéltek, de egyrészt a NASA spektrométere nehéz, nagy, a miénkhez képest, másrészt drágább is lett volna, és akkor megegyeztünk lényegében, hogy oké, mi bevállaljuk, hogy legyártjuk, tehát mi vállaltuk a gyártási költségeket, meg a vele járó munkát, ők meg ingyen elviszik. Tehát nem kell fizetnünk a fuvarért. Ennek a piaci ára egyébként, hogy a Hopperen megy, $1.700.000, csak mihez tartás véget, tehát hogy ez körülbelül ennyi lenne, és akkor ebben megegyeztünk, hogy ez szuper jó, és akkor egy másik, ha minden jól megy, a Intuitive Machines következő küldetésen repülünk, ahogy jeleztem, a Hopper készen van. Óriási dolog. Az IM2-n vagyunk. Ugye? Ez az IM2. De a Prime 1, vagy nem? A Prime 1, igen. Ami a Nova C volt az első, most a Prime 1 nevű lesz az leszállóegység. Ez is, hogy hívják, ez is egy Nova C, tehát ugyanaz a leszállóegység lényegében. Prime 1 az a NASA-nak, az a fő rakomány, az a fúró, amit a Viper is visz majd. Uh-huh. Ez nekünk még külön öröm, mert ez a leszálló helyen fog fúrni 1 méter mélyen, és ugye rajta van még tömegspektrométer minden, tehát helyszínen fognak először mély analízist végezni. Na most mi lényegében ettől 2 méterre leszünk a Hopperen, tehát hogyha mi ott tudunk mérni, akkor közvetlen összehasonlítási lehetőségünk lesz, hogy mi az, ami van, mert azt elég jól meg fogják tudni mondani reményeink szerint, meg mi is megmérjük, és akkor össze tudjuk konkrétan hasonlítani, hogy mi lesz. És utána a Hoppernek van jelen terv szerint 5 ugrása, tehát hogy 5 helyre elugrik, ebből a negyedik ugrás be, egy Marston kráterbe megyünk, egy pici kráter a Shackleton-Degallas kráterek közötti gerincen van, ez egyik preferált leszálló hely, vidék, ahova az Artemis missziókat is tervezik. Ott van egy ilyen pici, viszonylag pici békés kráter, ami viszont tök sötét, tehát oda
szeretnénk beugrani, és ha nem hal meg a hopper, meg senki, akkor olyan 30-45 perc után kiugrik belőle, és akkor utána megpihen, most ha minden jól megy. Most ez szuper dolog lenne, és hogy még tegyünk rá egyet, hogy 19-re is lapot húzunk, ezen a IM-2 küldetésen, hogy a Prime kis Prime 1 a fő NASA kísérlet, a Hopper a másik, ami egy technológiai demonstráció, és így megspékelve a tudományos kísérletekkel, amiket az Intuitive Machines is segített összerakni. És van ezen még egy rover, ezen a küldetésen. Ez egy puli nagyságrendű rover, ez a Lunar Outpost kolorádói cégnek a MAP roverje, ez a Mobile Autonomous Prospecting Platform, tehát ez egy viszonylag autonóm rover, mondom, ilyen 10 kilós nagyságrendű, tehát picit puli kategória. Annak a fő célja pedig a Nokia LTE hálózatának a tesztelése, tehát tulajdonképpen a G4-es hálózatnak a holdi tesztelése. Mit áld az Isten, már ismertük korábban a Lunar Outpostot, és velük is beszéltük, és náluk is elfért egy ilyen 400 dekás picike kis dolog a rover hasába, úgyhogy a Lunar Outpost MAP roverjén is van egy vízszimatoló, az benne a hasába van, és hasonló a konstrukció, mi leszállítottuk a szimatolót, ők viszik, illetve az Intuitive Machines viszi, tehát az IM-2 mi két vízszimatolóval futunk neki a következő körnek, hogy működjünk, és hogyha reméljük, hogy mind a kettő működni fog, reméljük, hogy a rover működik, reméljük, hogy a Hopper nem esik hasra, reméljük először, hogy a Nova C rendben leszáll, stb. És izgatottan várjuk, hogy hozzá tudjunk járulni egy picit így a dolgokhoz, és ez tényleg nagyon klassz lenne, mert ezzel az elsők között lennénk, sőt igazán az elsők, akik kvázi egyfajta több ponton való mérést hajtanak végre a neutron spektrométer. A felszínét senki nem csinált. A Viper lesz az első, aki ilyet fog csinálni. És hogy látod, Tibor, hogy most gyorsan megnéztem, de úgy is emlékeztem, hogy még idén decemberre írják az indítást, hogy november, szerintem összejövett idén, vagy inkább már 25 elején? Az IM-2 az összejöhet novemberre, tehát az azt gondolom, hogy az ütemben van. Hát most decemberre írják, legalábbis a SpaceX-nél azt láttam, hát, hogy decemberre van. Nekünk belülről még november van, de ez nem oszt, nem szoroz, tehát ez igazából... Ennyire lobb, annál jobb. Itt annyi van, hogy nem mindegy, hogy mikor megyünk el, mert a pólus az egy ilyen szempontból bonyolult terület, tehát az is benne volt, ugye az IM-1-et azt eredetileg tavaly szeptemberben akarták, aztán november lett belőle, aztán január, aztán február. Öt részben az indítóálláson is volt egyfajta dugó, tehát hogy amiatt is csúsztak, akkor az elején más csúszás is volt, akkor a SpaceX-nek volt, mondom, ilyen problémája a csúszással, akkor meg kellett oldani azt, hogy a magát, a Nova C-t azt ott tankolják fel, ugye, és ez ugye kriogén üzemanyag az első egyébként, amelyik ezt megcsinált. Tehát azért az se semmi, hogy ez élből működött nekik, tehát azért az kalapot le. Tehát mindegy, ezek miatt voltak a csúszások, és eredetileg még arról is beszélgettünk, vagy szó esett arról, még diszkutáltuk, hogy nyáron menjünk, hogyha úgy adódik. Tehát, hogyha mondjuk elment volna novemberbe az IM-1, akkor például egy nyári IM-2 az benne lett volna a pakliba. Viszont akkor leszálló helymódosítást kellett volna csinálni, mert ahova megyünk ott, hogy be is tudjunk menni, akár a Marston kráterbe, akár egy másik ilyen pici sötét lukba, kell legalább egy hét, hogy a maga a leszálló egység, tehát a Nova C kapjon napot. Na most ez a sarkvidéken ez nem triviális, mert ugye annyira hegyes, völgyes, és annyira alacsonyan áll a nap, hogy pillanatok alatt árnyékba tudsz kerülni, hogyha rossz helyre mentél. Na, tehát nem mindegy, hogy hova mész, és a konkrétan a tervezett leszálló hely az inkább a téli időszakban jó. Tehát ott vagy odébb kéne menni 200-300 vagy 500 méterrel vagy más helyre, ha nyáron mennénk, de mondom, az utolsó info, amit tudunk, az, hogy ez a novemberi indítás várható, hogy aztán ez december vagy október, ez
ez még nagyon soktól függ. Maga, ahogy a képen lehetett látni, a hopper, tehát maga a szöcske, ez készen van, ez össze van szerelve, minden fedélzeti műszer, ami kell, az rajta van. Ez, amit láttatok a fotón, az a végleges repülésre kész változat, az most elpakolták, az most pihen, csak időnként leporolják, hogyha valamikor mégis bemegy. Megvolt a termovákumteszt, minden, tehát igen, tehát ez mondom, ez a valódi repülő példány, tehát ez készen ami van. Ami ezen a sárga asztalon, vagy igen. Tehát nem ez ő, egész, hanem ő. Az a rácsos. Ezek a napelemei. És mi pont az ellenkező oldalán vagyunk, a napelemmel való ellenkező oldalán van a vízszimatoló. Mi kb. 20 centire vagyunk a talaj fölött, tehát egész jó helyen kívülről, tehát elvileg jó mérési pozíciónk lesz, de mondom, ez össze van csavarozva minden, tehát ez készen van, és arra vár, hogy még lesz majd májusban lesz még egy komplett kommunikációs tesztet, amikor végigmegyünk az egészen a repülési hardware-en, hogy minden működjön, mindenki kap villanyt, működik a kommunikáció, nyilván mi a fedélzeti számítógéppel kommunikálunk, a fedélzeti számítógép fog kommunikálni, vagy a Novacy fog kommunikálni, a Novacy-vel fog kommunikálni a Hopper, a Novacy pedig kommunikál majd a Földdel, tehát ugyanúgy, mint ahogy most volt, most ezt a láncot végig kell még egyszer játszani. A rover is kész van. Tehát az is be van csomagolva. Úgyhogy igazából a magát a Nova City építik, a Prime is leszállította a cuccait, a legjobb tudásom szerint, tehát a payloadok azok minimum 90%-ban készen állnak arra, hogy az egész össze legyen csavarozva. A Nova City építik, és most nyilván elemzik az IM-1-et. Lényegében a Nova City az ugyanaz, tehát abban nincs változás, tehát az összes potenciális javítást, azt megpróbálják most beépíteni, és rakják össze. És mondom, az utolsó infónk az az, hogy tehát az Intuitive Machines-től származó info, hogy a novemberi céldátum az él. Az tök jó lenne, akkor még a Viper-t is lehet beelőzitek. Valószínű, mert a Viper-nél pedig van esély arra, hogy azt egy kicsit csúsztatják, tehát pont amiatt, mert hogy arra biztosra akarnak menni, tehát hogy benne van a pakliba, hogy az 25-re átcsúszik. Már csak azért is azt gondolom, mert a Prime-ot is meg akarják nézni, mert maga a fúró, a Trident az ugyanaz lényegében, tehát azt inkább szeretnék látni előtte, hogy működik rendesen, bár sok változást nem tudnak csinálni, mert hogyha gyorsan vagy utána, akkor nem tudnak hozzányúlni, de azt gondolom, azt is szeretnék látni, hogy ez működjön, meg mondom inkább az, hogy tuti biztosra akarnak menni a Griffinnel, hogy ne legyen gond a leszállással. De előtte még ugye a Firefly indíthatja a Blue Ghost-ot, ugye? Tehát Blue Ghost, Griffin, és akkor... Az IM-2, Blue Ghost, Griffin, ez a következő három, ami most itt a sorban van. Komoly. Utána jön a Blue Ghost-nak a második kiadás, igen. Az 26-ra, ha jól emlékszem. Igen. Az IM-3 is a csőbe van, tehát az ugye a Reiner Gammához menne, az nem a sarkvidékre menne, de az utána már úgy tetszik, már rutin, tehát az intuitívnek, tehát az már ugyanaz a harmadszor. Tehát reméljük, hogy úgy is fog menni nekik. Igen, bízunk benne, hogy ez működni fog, tehát ezek benne vannak a csőbe, tehát mondom, idén még emberi számítás szerint szerintem jó esély, vagy a Blue Ghost és az IM-2 szerintem jó esélye elmegy. A kínaiak el fognak menni májusba, ők szokták tartani a cuccukat, egyelőre ez benne van. Az iSpace is idénre ígéri, évvége környékére a Hakuto 2-t, tehát pezsgés van mindenképpen a Hold környékén. Tök jó. Bízzunk benne. És mi is keressük a további lehetőségeket természetesen. Mert a szimatolónak a esetleges módon olyan jobbítását, hogy stabilabb legyen, de egy picit, hogyha nagyobbat is tudunk csinálni, akkor gyorsabban tudunk vele mérni. Ugye ez egy picit a kicsisége, az előnye is, meg a hátránya is.
Tehát a hátránya az abban jelentkezik, hogy hosszabb ideig kell egy helyen mérnünk, hogy megfelelő minőségű adatokat tudjunk összegyűjteni. Ez fizikailag nem nagyon tudunk rajta változtatni, nem lehet rajta változtatni igazából. Tehát azt keressük, hogy hogy tudunk esetleg, ha nincs ilyen konkrét kényszer, ami volt, hogy 10x10x5 centi meg 400 gramm, hanem mondjuk elmehetünk 1 kilóig vagy 2 kilóig, még mindig kicsi egyébként, hogy akkor azt hogy tudjuk megjavítani, idézőjelben, hogy hogy tudjuk módosítani, tehát ezen is dolgozunk. Hát a Starship-be befér. Oda bőven befér. Egyébként a Blue Origin-t is megpróbáljuk megkeresni, mert ugye ideálisan mi azt szeretnénk, hogy ez olyan kicsi, ez bármire föl lehet tenni, nem veszi észre. A Starship az már extrém nyilván, de még egy Nova szín sem veszed észre, hogy ott van ez a fél kilós, vagy legyen egy kilós. És hogyha minél több helyen tudunk mérni, akkor az annál több adatot tud szolgáltatni, és ez érdekel igazából mindenkit, tehát hogy hol van. Mert a vízjég az hasznos. Ugye, hanem nem esett szó, de most már megy az idő nagyon. A víz azért is fontos, nem csak azért, hogy a űrhajósoknak tudjunk ott vizet generálni, hanem hidrogén, oxigén, üzemanyag. Tehát, hogyha ott tudunk tankolni, akkor a MASZ-nak nem kell itt tankolni a föld körül, hanem elég, ha ott tankol. Beszéljünk már egy picit arról, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy, és erről beszéltünk mielőtt, mikor teszteltük a hangcuccot, hogy minden oké vele. Az addig rendben van, hogy az embereknek lélegezni kell, inni kell, vizet, és többi. Viszont mennyire vállalható maga az, hogy a vízjégből üzemanyag lesz? Mert azért látjuk, hogy a hajtóműtrendek azért nagyon nem ebbe az irányba haladnak. Oké, az egy rendben van, tehát ez egy teljesen bevett koncepció, hogy a holdat használjuk ugródeszkának a Mars felé mondjuk, és ez egy tök érdekes dolog, de nem igazán látjuk azt, hogy a rakétagyártó cégek, azok, akiknek a járművével történne ez az ugrás, ezek nagyon afelé fejlesztenének, hogy hidrogén, oxigén, tehát hidrolox meghajtású hajtóművek állnának rendelkezésre, és hogy erről neked mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy ez egy elég színes terület, és nyilván többféle megoldás létezik. Most a hidrolox azért van, tehát egyrészt a Lockheed Martin koncepció is ezen működik. A Vulcan Centaur-nak a második fokozata, a Centaur, az is hidrolox, tehát, és azért ott is vannak tervek a United Launch Alliance részéről. Vannak cégek, akik már azt vizionálják, hogy hogy lehet a holdon kinyerhető üzemanyagokat, akár a vízet, tehát hidrogént és oxigént hasznosítani újratöltésre, hogy egy másik ágazat, ami most születőben van, az az in-space refueling. Tehát az, hogy amikor újra tankoljuk a műholdakat, akár a geostacionális műholdakat, akár másokat is, aminek nagyon egyszerű a magyarázata, hogyha nem kell rögtön az üzemanyagot vinnem, akkor tudok több hasznos terhet vinni, illetve ha után tudok tankolni, akkor meg tudom hosszabbítani az élettartamát. Na most a geostacionális pályára egyszerűbb például a Holdról vinni az üzemanyagot jelenállás szerint, mint máshonnan. Van egy csomó olyan, és nem csak hidrolox megoldások pillanat, vannak. Tehát, hogy a geostac pályára könnyebb az üzemanyagot vinni a Holdról, mint a Hold. Igen. A gravitációs... Igen. Fizikailag kevesebb energiába kerül, mert a Hold egyható gravitáció, tehát sokkal kisebb gond kimászni abból a gödörből, mint a Földről, utána pedig ez a bizonyos delta, nem tudom most fejből a számokat, a delta V-t, hogyha megnézed, akkor egyszerűbb a Holdról odavinni a pakkot, mint a Földről. Tehát, hogyha nyilván ehhez kell az, hogy ott valamilyen módon gazdaságosan tudják termelni, amit még nem tud senki, hogy ez működik vagy sem, de ha nem próbáljuk meg, akkor soha nem is fogjuk megtudni. A másik rész az, hogy a víz, nyilván nem mindenki fog hidrolokszal menni, sőt, van, aki metánnal megy, meg ilyesmivel, de oxigén annak neki is kell. Tehát ha már csak az oxigént meg tudod csinálni, akkor már azzal is jóba vagy. Ugye ez jelzi azt is, hogy a másik erőteljes ág, amit most többen nyomnak a NASA is, meg az Európai Ügynökség is, hogy hogyan fakasszunk oxigént a kőből. Ugye ezek a molten salt elektrolízis eljárások, tehát ezek a olvasztott csavas elektrolízissel történő dolog, amikor lényegében
megolvasztják a követ, és elektrolízissel kiszedik belőle az oxigént. A holdkőzetnek általában cirka 40%-a valamilyen formában oxigént, valamilyen oxidként van benne. Na most az előnye az, hogy az mindenhol van. Tehát azt nem kell ilyen értelemben feltárni, hogy hol van mennyi belőle, mert mindenhol kb. Ennyi van benne. Tehát nem kell ott kifejezetten igaz, a pólus. Nem kell kifejezetten a pólus, mert bárhova mehetsz, ott úgy olyan, hogy van. Ami kell, az sok energia, meg ez a magas hőmérsékletű dolog. Tehát nyilván ott is vannak leszállóik, amik jobbak. Meg ha már ilyet csinálnak, akkor megnézik, hogy mi van itt. Más ki lehet belőle nyerni, tehát akár titánt, akár vasat, akár alumíniumot, tehát akkor már ilyen szempontból azért érdemes megnézni. De maga ez az eljárás az a földi bányászatból jön, ahol amikor már ilyen 1-2-3-4%-os érc tartalommal bíró területeket dolgoznak fel, akkor az valahogy ki kell szedni belőle. Ugye ez már nem a klasszikus, hogy kis csákányommal a telért belerakom a tarisznyámba, mert ez már lényegében nincsen. És ott az egyik ilyen eljárás, amit kifejlesztettek a bányászok, hogy pont ez a hogy megolvasztják és elektrolízissel kiszedik belőle a fémet. Melléktermékként ők is ott konstatálták, hogy az oxigén kijön, mert ugye a földi kőzetben is van sok. Ezt nem szerették, mert az korodál a holdon, ez tiszta haszon, tehát ez egy pici váltás is volt a NASA-nál is, először a vízre fókuszáltak, ez nincs kint, tehát az továbbra is fontos, de most az első, amit küldeni akarnak konkrét demonstrációt, és az ESA is, az ez a olvasztott elektrolízis eljárás, tehát hogy a kőből szedik ki, a kőzetből szedik ki az oxigént, de vannak cégek, akik továbbra is a vízben hisznek, tehát hogy az benne van. Én szerintem a kettő párhuzamosan fog menni, és ha ugye a metánt azt is akkor vinni kell valamilyen szinten, tehát ott még nem vagyunk, hogy a Holdon metánt gyártsunk. A Marson már vannak elképzelések, de hát oda először el kell menni, tehát és itt ugye pont az a rész az izgalmas szerintem, hogy mind a kettőnek megvan a létjogosultsága, tehát mind az oxigéntermelésnek, mind a víztermelésnek, mindegyiknek megvan az előnye, meg a hátránya. Mondom, az oxigénnél azt látom, hogy ott nyilván keresik azt is, hogy milyen más anyagot tudunk még kinyerni belőle, ha már van, hogy azt tudjuk ott helyben hasznosítani. A víznél természetszerű, hogy mind a kettő jó, a hidrogén is, meg az oxigén is. És ugye vannak olyan kisebb rendszerek is, amelyek nem hidroloxként működnek, hanem konkrétan elpárolók tartja a vizet, és gőzmeghajtással működik. Ilyen koncepciók is vannak. Tehát kvázi mikrohullamú sütőbe beteszed, és akkor kidobja a vízgőzt, és az tök jó lehet arra, hogy ilyen könnyű kis műholdakat ide-oda vigyen. Én láttam olyan koncepciót is, hogy kisbolygókon pont ilyen nem mennének, hogy kicsit gyűjt egy kis vizet, és akkor ilyen gőzmeghajtással odébb megy. És ez halál komoly, tehát ezek is vannak. Tehát én azt látom, hogy a víznek is van szerepe, de mindenhez az kell, hogy a következő 5-10 évben ezeket egyszerűen megcsináljuk, és megnézzük, hogy melyik működik. Uh-huh. És melyik működik gazdaságosan. A Starship valóban mennyire lesz olcsó, hogy olcsóbb az odavinni a vizet idézőjelbe téve az űrhajósoknak zuhanyozni, mint a Holdon kinyerni, vagy talán mégse. Mind a kettőnek mennyiben... megvan az előnye, mert technológia, mind a kettő egy óriási dolog lenne, de én, ha most a szívemre tenném a kezem, jobban drukkolok annak, hogy ott az ottani technológiát fejleszik ki, mert úgyis meg kell. Az menőbb. Én azt gondolom, meg nagyobb szabadság. Pontosan. Egyrészt meg kell tanulni, másrészt nem függünk attól, mi van, hogyha valami gebasz van, bocsánat a kifejezésért, a szállítással, jó? Tehát ott plusz megyünk a Marsra, helyben. Hát ott oda is ki kell fejleszteni ezt a technológiát, és oda pont az a lényege, hogy pontosan. Játszott, én abszolút van a szomszédban. Látom, és én azt gondolom, hogy ez egy egészséges, nevezzük versenynek, vagy vetélkedés a koncepciók között, és itt a kérdés az, hogy melyik tud gyökeret ereszteni, most képzavarként, tehát a Holdon, vagy melyiknek lesz előbb lehetősége ezt bemutatni. És mi a pulival, mi ott látjuk az esélyt, hogy egyrészt a
a feltárásban, tehát hogy olyan helyekre el tudunk menni a roverrel, hogy ahova mások esetleg nem, hogy ebbe részt vegyünk. Ugyanis kb. 6000 négyzetkilométerre teszik azt a területet most, ahol érdemes lehet vízjeget keresni. Most ennek a részletes feltárása egyedül senkinek nem fog menni soha. Tehát, hogyha ha csak a különböző vélemények vannak, hogyha 100 méterenként akarsz mérést végezni, akkor egy négyzetkilométeren hamar ki lehet számolni, hogy 100 mérési pontot jelent. 6000 négyzetkilométert szoroz meg 100-zal, és akkor még alsó hangon becsültem, mert általában sűrűbben szeretnének mérni a kollégák, akit ez érdekel. Nyilván tanulni fogunk belőle, tehát utána már tudunk valamit következtetni, most ehhez rengeteg kis rover kell. A Viper hiába fog működni, ha minden jön, egy 100 napig meg fog mérni, nem fogja tudni ezt megcsinálni. A Viper költsége most 800 millió dollárnál van. Látod azt, hogy ezt a fajta technológiát, amit mondjuk a szenzoros méréssel terveztek, ezt mondjuk úgy felskálázni, hogy ezt egy hold körül keringő műhold végezze. Tehát nagy baj. Ez nem jó erre, nem. Tehát a keringő egységre nem jó. Nem is oda való, megmondom őszintén, mert tehát a keringő egység nem tud pontos térbeli felbontást csinálni, ez a baj. Tehát a mostani műszerek, amik ott vannak, azok olyan 15-20 kilométeres térbeli felbontást tudnak adni. Ez nem jó. Ez csak bármilyen műszer teszel oda föl, az akkor úgy kérdezem, hogy lehet ezt felnagyítani? Tehát, hogy ne kis roverek menjenek, és picike kis területeket? Ugye itt az van, hogy itt sok mérési pont kell. Most itt a kérdés az, hogy egy mérési ponton mennyi időre van szükséged, hogy értelmes adatokat kapjál. Hogyha túl kicsi, akkor most ezt még számoljuk meg, még a kalibráció kiértékelésével nem vagyunk a végén. Itt van egy nagyon sok teszt eredményünk, tehát neutronforrással teszteltük a vízszimatolót a CEN-be is, illetve a Paksi Atomerőműnek a metrológiai laborjába, tehát nagyon sok adatunk van, ezeket most gyömöszöljük, hogy megtanuljuk pontosan, hogy ha jön ennyi neutron, akkor mennyi, hányat látunk, azt meg tudjuk jósolni, hogy mennyit várunk a Holdon, tehát akkor meg tudom jósolni, hogy mennyi ideig kell egy helyben lennem, hogy értelmes minőségi adatokat gyűjtsek. Ez a mostani becslésünk szerint 4-6 óra egy helyen. Tehát akkor kapok annyi adatot, amivel már jó vagyok. Most, hogyha megduplázom a vízszimatolót, a mostanit, akkor nyilván felére csökken ez az idő. Tehát van értelme nagyobb vízszimatolóba gondolkodni. Túl nagyban nem feltétlen. Két koncepció van egyébként, amin dolgozunk is már, egyelőre még nyilván koncepció szintjén. Az egyik az, hogy magát a rovert látjuk el ilyen rendszerekkel. A mostani puli, tehát a mostani kategóriát, azt mondom, ez a 10 kilós kategória nyugodtan el tud vinni 2-3 kg hasznos terhet többet is. Tehát akárcsak, hogyha most nagyon durvát mondok, 4 vízszimatolót rakunk rá, akkor már viszonylag gyorsan tudunk mérni, és akkor nem kell csinálnom semmit idézővel, csak összeszedni az adatokat. Ennél van finomabb gondolatunk is, tehát ez a durva dolog, hogy összerakok négyet egymás mellé, azt jó napot. Ez az egyik, hogy ilyen roverekkel megyünk. Egyébként pont most javasoltam egy igazából majdnem triviális koncepciót, talán már máshol is volt, én nem találkoztam még vele publikusan. Ugye egy ilyen Nova Sea, vagy egy Peregrine, ez ilyen 100-300 kg közötti hasznos terhet tud elvinni. Ezek a roverek, amik most készülnek, ezek a 10-15-20 kilós kategóriában vannak. Az iSpace-nek készül egy 5 kilós roverje. Amit említettem, a Lunar Outpost-i 10 kilós a MAP, amivel mi megyünk most konkrétan az IM-egyen. A kanadaiak egy 30 kg-os roveren dolgoznak, az ausztrálok egy 20 kg-os roveren dolgoznak. Na most tegyél 10 ilyen rovert egy misszióra, ami 10 ilyen rovert visz ki, vedd a, most drágát mondok, és 1,5 millió dollár legyen a kilónkénti fuvar, ami elviszi, akkor most egy 100 kg-ot összeraksz roverekkel, 6-8-10 roverrel, vagy 150 kilót, akkor egy 300 millió dolláros küldetésbe rovert tudsz fejleszteni, payloadot tudsz állítani, és el is viszik neked. Most a Viper 800 milliónál van.
És meg drágulhat. Legyen, maradjon ennyinél, most ez, de akkor a lényeg sok. Az, hogy ez sok. Nyilván, ha egy második Viperben nem kerül ennyibe a fejlesztés, nem kerül ide megfinanszírozni, de tehát ennek a koncepciónak, hogy sok kicsi menjen ki egyszerre, van értelme, és akkor ezt így lehetne betolni. Tehát ez egyik. A másik, készülnek ugye elvileg az új nagyholdjárok, ugye, mint ami annak idején a holdautók voltak, az a kategória, tehát, hogy embert is tudjon vinni, meg hasznos terhet is, ez a Lunar Transfer Vehicle, ugye a NASA novemberre akart hirdetni, eredményt hirdetni, hogy ki bíz meg végül is, ez is versenyszinten megy. Ezek általában ilyen 1 tonna kapacitás, hasznos terkapacitással bírnak minimum. 5 koncepció van, amiről én tudok, ami publikus is, ezek mind ilyen nagyok. Az egyik egyébként pont az Astrolab nevű cég, ez egy startup cég Los Angelesben, ők jövőre vagy 26-ban az egyik Starship-el akarnak menni. Elvileg már megvan a szerződés, hogy a Starship-en megy egy ilyen nagy holdautó. Na most ezeknek van egy olyan koncepció, hogy visz magával egy csomó kis rakományt, tehát ki tud pakolni, van rajta egy szép nagy robotkar, most ez kétféleképpen tud működni, vagy megfogja a pulit, most nyilván hazabeszélek, kirakja mondjuk egy ilyen kráternek a szélén, a puli bemegy, mér, kibírja 48 óráig, visszajön 48 óra, oda jön a nagy, berakja, föltölti, tovább, odébb viszi, kirakja, lerakja. Ugyanezt meg lehet csinálni vízszimatolóval, vagy bármelyik másik ilyen nagyságrendű cucca, amit lepakol egy helyre, utána pedig begyűjti. Tehát ezek alakulóban vannak ezek a koncepciók, részben a Starshipnek a sikerétől függően fognak ezek menni, de ugye bejelentkezett a Blue Origin is, ugye pont most a Blue Mark. Már jövőre leszállnának. Ők jövőre akar a Mark 1-jel menni. Ambícióból sosem volt hiány a Blue Origin-nél. A Bezosnál sincs, meg a Musknál sincs hiány ambícióból. Igen, csak az a baj, hogy a Bezoszék nagyon nem tudnak semmit felmutatni szuborbitális repüléseken kívül tervekben. Tehát mi drukkolunk nekik, de az a baj, hogy tehát egy cég, ami két évvel idősebb, mint a SpaceX, és nem jártak még földkörüli pályán, azért az annyira nem biztató. Jó, hát ők nem ezzel foglalkoztak a körben. Hát a New Glenn az elvileg majdnem kész van, tehát idén nem bemutatok, hanem az ujjam van keresztbe. Tudom, augusztus van. Keep fingers crossed, tehát nézzük meg. Én ezt mondom én is, tehát, és azt nagyon sokan dolgoznak rajta, tehát ott azért ott a Bezos tesz bele történjen. Komoly pénzt. Történjen meg, tehát, és menjen. Jó lenne. De mondom, most ez van, ugye, és vagy a Starship viszel egy ilyet, vagy a Bezos viszel egy ilyet, de egyébként mondom, konkrétan az Astrolab nevű cég, akit említettem, akikkel beszéltünk, meg gondolkozunk az, hogy ők is tegyenek már oda az ő roverjükre egy ilyen kis szimatolót, elbírják, mert könnyen elbírják. Ők abban bíznak, hogy a Starship az jövőre megy. Akár a Holdra, vagy 26-ba. Hát, hogy jövőre megy, azt meglátjuk, de menjen. Tehát Dávid, mosolyogsz egy picit. Nézd, még kicsit akár azért lehet is. Nem tudom, attól függ, ezért hogy sikerül. Pedig mi aztán nyilván drukkolunk a Starshipnek rendesen ezen a csatornán. Én esküszöm, én a Blue Origin-nek is nagyon drukkolok. Persze. Szálljanak le tényleg 25-ben. Vigyenek egy akkora dögöt oda, hogy... Abszolút, igen, szerintem ebben mind a hárman egyformán gondolkodunk, hogy mindenki egyformán gondolkodik, minél előbb sikerülnek, annál jobb. A valóságot meglátjuk, tehát itt ez hogy néz ki, hogy csúszások jó eséllyel lesznek, mert ez azt gondolom, hogy ez benne van a pakliban. De tényleg mindenki igyekszik hozzátenni a magáét, meg mi is keressük, mondom, a lehetőségeket, kisebb expedíciókon is, hogy el tudjunk menni. Akár az IM3-on, vagy az Astrobotik is tervez már egy harmadik küldetést, ami gazdasági alapokon menne, tehát mi ezeket már szondázzuk, meg keressük a lehetőségeket, és mondom, a szimatolóval annyiba vagyunk könnyű helyzetben, hogy
ha megvan a, mondjuk a megrendelés, a fuvar, vagy megtudjuk ezt a finanszírozás is megvan, akkor 4-5 hónap alatt mi bármikor le tudjuk gyártani, és ez a 4-5 hónap azon múlik, hogy a beszállítóink mikorra tudják hozni a cuccot. Ez a tapasztalásunk. Tehát amikor az Intuitive Machines-szal megegyeztünk, akkor ugye újat kellett gyártanunk, mert amit gyártottunk, az arra annyi anyagunk volt, amit a NASA-nak adtunk. Februárban beszéltünk velük, augusztus elején ment a cucc Houstonba. Tehát beszélgetéstől leszállításig 6 hónap volt. Tehát, az elég jó. Úgyhogy azért mondom, ezt bármikor meg tudjuk csinálni most, és nem látok olyan szűk keresztmetszetet, hogy ne menne sem az elektronika területén. Az volt, amikor mi először csináltuk a szimatolót a NASA-nak, akkor volt aggodalmunk, hogy az FPGA-t tudunk-e szerezni, akkor volt a chip hiány. De ez részben kifutott, amikor ugye mindenki chipet akart, mert mindenhova kellett, és nem voltak gyártás, leálltak a kínai, meg a tajvani szállítási útvonalak, vagy megtorpantak, mondjuk így. De akkor volt izgalmunk nekünk is magával, az FPGA-val, de túlmentünk, most ilyen nincs igazából, tehát nem látunk, hogy ez különösebb probléma van, tehát ezek időközben raktáron vannak, vagy nagyon rövid határidővel szállíthatók. Tibor. Tehát ilyen szempontból mi gyorsak vagyunk. Ez úgyhogy a 2 óra 10 perc, ez rettentően gyorsan elrepült, én azt kell, hogy mondjam. Bocsánat, ennyit beszéltem, szerintem mindenkinek semmi. Figyelj, ha van olyan csatorna, ahol ezt kifejezetten örömmel fogadjuk, akkor ez. Mi kifejezetten ilyen podcastos, nagyon hosszú, sőt, még az átlag alá lőttünk, mert általában 2,5-3 óránál meg nem szoktunk megállni, viszont tudod, hogy ez mit jelent, az, hogy mindenféleképpen szeretnénk, hogyha valamikor a jövőben visszajönnél, mert se Indiáról, se Kínáról nem sikerült, sőt, még nagyon a Starship-be se tudtunk nagyon belemenni. Meg az Artemisről sem tudtunk, amivel semmi gond nincsen, mert cserébe viszont nagyon izgalmas magyar terveket hallottunk. Szerintem mindenki, tehát egyrészt a mi és a nézőink nevében is óriási hálával tartozunk mi is a feleségednek, hogy tényleg támogatott benneteket a nehéz időkben, mert eljutottatok olyan pontra, amiért szerintem egy egész nemzet fog talán izgulni, vagy legalábbis az űrkutatásért rajongó fele, vagy része. Úgyhogy nagyon... Reméljük, szeretnénk egy kicsit tényleg azt mutatni, hogy akármilyen kicsik vagyunk, azért néha tudunk valamit villantani így. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen benne van ebben a kis országban, nagyon sok okos ember van, reméljük, hogy maradnak itthon, lesznek olyan cégek, ahol érdemes dolgozni, és az új feltörekvő generáció azért nagyon sok olyan egyénnel fog megajándékozni minket is az űrkutatást, akik előre viszik ezt is. Ebben csak egyetérteni tudok, mi is szeretnénk, hogyha ez így menne, hogy csináljuk. Mi meg azt szoktuk mondani, mi nem szeretjük feladni dolgokat. Úgyhogy nem ezt se adtuk fel, és Space is hard, megyünk-e? Ahogy Elon Musk is ez abszolút így van, úgyhogy mi is számítunk arra, hogy még azért beverjük az orrunkat egyszer-kétszer, de ez vele jár. Igen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a csapat nevében is. A kemény mag kollégánk, akik szintén rengeteg önkéntes munkát tettek vele, Hazadi Mátyás, Lucsányi Dávid nevét már említettem, még szeretném mondani Pati Miklós kollégám nevét is, tehát ez körülbelül az abszolút kemény mag. Mindenkit nem tudok felsorolni, de a honlapunkon általában azért megtalálja mindenki, hogy ki az, aki nekünk valamilyen szinten segített ebben a projektben, vagy hozzátett valamit. És én nagyon örömmel jövök hozzátok újra, hogyha van, mert rengeteg minden van, ami miért tudunk beszélni itt a Hold témával. Szerintem vissza fogunk várni. Nem tudom, hogy mikor, de én szeretném, hogyha majd meglátjuk azért, hogy milyen a visszajelzés, de a mi részünkről abszolút, abszolút megtiszteltetés volt ez a mai adás, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és tényleg tudom ajánlani, vagy ígérni, hogy folytatás következik. Köszönöm szépen. Mielőtt elköszönünk, én azért még nagyon gyorsan ismételten bedobnám a Starship 3. tesztrepülésérehez kapcsolódó 2 új dizájnunkat, majd még jön mindenféle újdonság a webshopunkba, nézzetek majd szét mindenféleképpen, mert nagyon jó kis terv, Síra Gábor küldte nekünk,
aki szereti a Starship-et, kössön ki ott. Még egyszer, Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, várunk vissza, keresni fogunk mindenképpen, a fejleményekkel is folytatjuk a következő témákkal. Még egyszer köszönjük szépen. Kedves köszönjük. Nézők, nektek pedig... Köszönjük, sziasztok! Nektek pedig nagyon jó pihenést, és amilyenkor szokott a mantra lenni, hát... egyrészt várunk kedden vissza benneteket, mert holnap egy hatalmasan nagyot fogunk menni, ugye Dávid a Starship összefoglalóval. Hát végre repült. Óriási volt, úgyhogy gyertek ilyenkor, ez mindig egy információ özön szokott lenni, és szerdán pedig várunk vissza benneteket ismételten, ugyanis Varga Esztivel fogunk beszélgetni, aki egy Category 2, vagy Phase 2? Igen, kettes. Kettes típusú, phase vagy kategóriája, two. Phase 2, ez a jó kifejezés. Második kategóriás rakétát épített, és ennek az összeszerelése, legyártása, indítása, és minden, ami ezzel kapcsolódik, ezzel kapcsolatban fogunk vele beszélgetni. Még Amerikából, de már nem sokáig lesz kint, ő is közeledik Magyarország területéhez. Ez, ugye, és nem lesz már olyan nagyon messze, de mindenképpen holnap és holnap után várunk benneteket. Meg hát csütörtökön. Jó, hát... Egy olyan Soyuz indítás. Annyi minden van, de köszönöm, hogy mondtad akkor. Soyuz MS-25. Majdnem négyet mondtam. Szerintem. Nőuralom. Tényleg. Novicki megy fel két hölgyel, úgyhogy jó indítás lesz. Rendben, szóval nem fogtok unatkozni a héten, várunk benneteket vissza. További jó, kellemes estét kívánok nektek, jó belly flopot az ágyba, a tolóerő legyen veletek. Hajrá, Team Space, hajrá, Space Junkie. Sziasztok, köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.